Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes videót láttunk Robbie Williams-el kapcsolatban, szerintem sokan látták már, ugyanis feltette a YouTube-ra, megosztotta rengeteg helyen. És ez a videó arról szól, hogy ugye a szülőszobában van Robbie Williams és a nejével, aki egyébként közben vajúdik, és folyamatosan énekel, és egyfajta táncműsorral próbálja enyhíteni szerelme fájdalmait, aki egyébként látszik ebben a videóban, hogy a pokolba kívánja az egészet, leginkább az, hogy Robbie énekelje neki, nyilván a saját számát énekli, persze mi mást énekeljem. Hát. És miközben asszonykája vajúdik, ő vidáman letámasztott egy videót az egyik sarokba, és felvette, ahogy táncol, énekel, és próbálja enyhíteni vajudó felesége fájdalmát. Mondjuk lehet egy picit igényesebb, és mert egy playbacket tol a saját feleségének, azt gondolom, hogy azért egy erősen hakni szagú a dolog, de azért, hogyha belegondolunk, hányan tennénk össze a kezüket, már akkor inkább úgy mondom, hogy hányan tennék össze a kezüket, mert én azért nem vagyok egy nagyon nagy Robbie fan, csípem, de azért annyira nem, hogy nekik egy exkluzív Robbie Williams koncert a szülőszobában vagy bárhol. Hát mekkora presztízs értéke van ennek? De tényleg playbackelt? Ez most kiábrándít. Hát, szerintem az az. Playback? Komolyan? Persze. Egy alatt a rendezzene. Hagyjuk is ezt a hírt. És ott hallott. Én azt hittem, hogy ő ott valójában letett egy kamerát, és énekelt. Micsoda minőségről. Már a feleségének is csak playback. De várjál, akkor ő megnézte, hogy asszonykája vajudik, letámasztotta a kamerát, elindította a dalt mondjuk a telefonjáról, YouTube-ról, és ő ráénekelt a saját dalára interneten keresztül? Mert azt nem gondolnám, hogy berakott egy CD-t, bár amilyen szülőszobákban ők azért szülnek, hát ott gondolom, hogy egy ágyas szoba, videó, CD, Bluetooth, tehát ott minden van. És akkor berakta a saját dalát, igen, és ráénekelt. Így van. És kérdezik, hogy a saját dalára ráénekel. Come on. Let's go. Egyiket ez konkrétan benne van a felületre, ezt tetszettek a legjobban, mert ez is. De hát ez így megy, srácok. Hát én mit csinált volna? Összeszervezett volna egy, tudom én, egy 3-4 fős kis akusztikus csapatot meg, és akkor, na figyelj, intette azt is. 1-2-3. Na jó, de nem gondolná az ember, hogy playback-el. Hát azt gondolod, hogy lerakja a kamerát, és énekel valamit. Maga rumbatökkel játszon addig. Vagy bejátszod csak a zenei alapot, és akkor arra ráénekeld. A playback az kicsit elvesz ennek a szépségéből. De a dolog önmagában helyes. Hogy nagyon helyes. Hogy próbálta enyhíteni kedvese fájdalmát. Aki az egészből valószínűleg nem fogott fel semmit, csak azt érezte, hogy egy dologgal több, ami iszonyatosan zavarja, meg kikészíti abban a pillanatban. Hát látszik rajta, hogy látszik a nőn, szenved. Igen, hogy rettenetesen szenved. Az is látszik, hogy néha ránéz Robira, és próbál egy ilyen félmosolyt küldeni neki, de látszik, hogy közben tényleg a pokolba kívánja az egészét, rettenetesen vajudik, ez a hülye meg közben ugrál és énekel. És közben még ugye azt is tudja a hölgy, a Robi felesége, hogy ez gyakorlatilag 5 millió ember nézi a világhálón, vagy nem tudom, hány követője van Robinak, tehát még így ez van. Is benne van. Igen. És viszont a gyereknek mekkora csemege lesz majd. Apád milyen jó fej volt, akkor is. Apád milyen jó arc volt, igen. Na, és arról szeretnénk SMS-eket kapni hallgatóinktól, hogy egyrészt kinél hogy ment ez a dolog, férfi szemszögből is érdekel, és női szemszögből is maga a történet, amikor ugye konstatálta a férfi ember, vagy hát ezt ugye inkább a nő konstatálja, hogy indulni kell, elfolyt a magzatvíz, ugye megvan ez a bűvös mondat mindenkinél, hogy drágám, fogd a cuccot, amit előre elkészítesz, mert hogy elfolyt a magzatvíz. És innentől kezdve indulnak a bonyodalmak, amikor a férfi vagy nem érti, vagy félreérti, vagy azt hiszi, hogy a nőnek pisilnie kell, vagy nem érti, hogy mi az a magzatvíz. Bemennek a kórházba, a férfi esetlenkedik, vagy nem esetlenkedik, otthagyja a kamerát, vagy éppen egészen közelről próbál kamerázni, ami idő után azért kellemetlen. Tehát érdekel minket mindkét oldal, hogy a női hallgatóink hogy élték meg ezt a dolgot, mit csinált közben életük szerelme, hogy próbálta enyhíteni a fájdalmat, és mit csináltak a férfiak, akik közben szerintem a legtehetetlenebbek, hiszen ott van életük szerelme, aki vajúdik. Segíteni nagyon nem tud, zavar van, vagy próbálod az egészet valamivel oldani, vagy hülyeségeket beszélsz, vagy te jobban izgulsz, vagy elvágódsz, vagy fogod a kezét, vagy üvöltözöl orvosért, és már látod a gyereket szinte kibújni, és még mindig azt gondolod, hogy nincs ott orvos, közben még nem történik semmi, és van 6 óra vajúdás. Tehát ez mindenkinek egy maradandó élmény. Akár így történik, akár úgy. Nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm, hogy az egész ülésünket lefestetted. Tehát gyakor, de tényleg az elsőt, a Panna születése, az konkrétan így volt, én fölkeltem reggel, hajnalban mentem akkor is dolgozni, és akkor jön ki a béka, és valamit mondott, én fogkefével a számban félig alva még álltam a fürdőszobában, mondtam, mindjárt kimegyek, gyere pisilni. Kijöttem a fürdőszobából, és ő ott áll, és nem megy be, és most ideges voltam, mondom, nekem sietni kéne, hadd mossak már fogat, menjél pisiljél, feküdj vissza aludni, és akkor értettem meg, hogy azt mondja, hogy elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tehát pisilésre nem volt szó. Ezek után elhaladtunk még valami papírért az anyósomhoz hajnalban, akkor egy ilyen kis kör, majd elmentünk a kórházba, és miután az anyósomékat felhívtam, hogy azonnal hozzanak egy fényképezőgépet, mert az első gyerekünket hát csak meg örökítjük, akik elfelejtették otthon, kiderült, hogy az én kabátom zsebében volt a fényképezőgép, tehát ugyanez minden évben voltál. Teljesen kész voltam. Pszichotikus állapotban voltál. Utána még az egyik, onnan mentem az egyik nővérkéhez, hogy tudom, hogy nekem be kell öltözni ilyen gumiruhába, vagy ebbe a műanyagba, tudod, vagy kék, vagy zöld színű, és zöld, mondtam, igen, hogy nekem adjanak valamit. És ő válaszolt valamit, és tovább ment. És én elkezdtem üvölteni, hogy engem ne hagyjon itt, adja ide azonnal azt a kék műanyag ruhát, mert én be akarok menni. És akkor mondta, hogy az előbb mondtam, hogy ott van az automata, és 500 forintot tessék bedobni, akkor megkapja a ruhát. Ilyen menő helyen szültetek? Ez nagyon menő. Ruha automata van, mert ruha 500-at is kiadja. Igen. Megőrülök. Ruha automata. Megőrülök. Egy baj van, hogy egy méret. Tehát, hogy nincs olyan, hogy X-i. Ezért hármat kértél. Igen. És a fejedre tekerted. És szigetelő szalaggal próbáltam összefogni őket, egy méret volt. Ez nem volt, ez különösebben menő, Uzsoki utcai kórház, ott van ilyen, 500-at bedobsz, és akkor egy ilyen steril zacskóban kiadja a rucit, azt te fölveszed magadra, és mehetsz beszülni. A legnehezebben kezelhető élethelyzet szerintem, mert minden élethelyzethez azért hozzászoksz. Tehát tudod, hogy hogy kell viselkedned, ha valakit meglátogatsz a kórházban. Tudod, hogy mi van egy születésnapi partin, tudod, hogy mi van egy temetésen, egy köszöntőn, egy keresztelőn, mert ugye mindegyiken részt vettél már, és valahogy az ember beleszocializálódik, tudod? Talán a születés az egyetlen, vagy a családban az új gyermek érkezése, amit egyszerűen a saját izgalmattól se átélni nem tudtad még, hiszen az első. Hallottál már dolgokat, hogy ki mit csinál, de nem tudod, hogy mit kell csinálni. Lepróbáljátok egy csomószor, átbeszélitek, de az egész egy ilyen fura álomszerű valamiben történik, nem? Amikor ott vagy, emlékszel dolgokra, foltokban megvan, hogy csinálsz valamit, de ilyen önkívületi állapotban cselekszel, ugye? És nem egészen tudod, hogy van-e értelme annak a cselekménysorozatnak, amit éppen teszel, vagy segítesz ezzel, csak ilyen ösztönösen kapkodsz, csinálod, mész, segítesz, mondod azokat a mondatokat, amiket mondani kell, de valójában nem tudod, hogy mi történik, nem? Fogalmad és minden ilyen víziószerű. És minden ilyen kicsit víziószerű, bent vagy, fogod a kezét, jön az orvos, kiküldenek, visszamész, nem tudod, megkapod a gyereket. Fej van ott, ahol addig nem volt, és milyen vastagok a karjai. Érdekes, ezt nem néztem. Én például a videózást, megmondom őszintén, nem értem. Azt én sem. Tehát a számomra teljesen felfoghatatlan, amikor apukák egyébként, ugye hát hallottam baráti társaságokban is, hogy felveszik. És ugye konkrétan tudok egy olyan történetről, hogy ismerős, nem barát, ismerős, betérdelt a mama lába közé, és kiabált, hogy kint van a feje, és zoomolt. Na most autofókusz! jajabb lende! Na most nem is ez a lényeg, hogy te ezt ott felveszed, mert oké, hogy felveszed, hanem vannak karácsonyok, amikor a család majd leül és megnézi, hogy mi történt a mama lába között, érted? Megettük a diós beiglit, átadtuk az ajándékot, és most jöjjön Botontka születése, de jó lesz, nézzétek az ott a méhlepény, és a rokonság végignézi, hogy mama vajulik, tehát ezt te valamikor újra beteszed, mert az esküvő videót ugye a nők sokszor végignézik. De egy ilyen lábközé térdelt születési videót, azt kinéz végig? Azt nehéz. Hogy ezt minek csinálod, hogy ezt megnézed utána? Nehéz elképzelni, ugye? Hogy tényleg. Anyjuk nézd már, hogy ott a lánya volt, vagy amikor csinál. Már sok karácsonykor megvolt, akkor már csak egy átlagos vasárnapi ebéd után is. Lefújtam a videóddal, megérezt a kis petrezselyem és krumplit rám, anyám. Ugye? Tehát, hogy mikor nézed ezt vissza, mert hogy valaki áll a nő fejénél és közben helyesen videóz, az jó. De tényleg sokan csinálják, hogy rázumolnak, hogy kim van a feje. És fölveszik az egész folyamatot. Hát azért azt ugye összejött a családszolmaton, csak nem teszed be. Nem? Igen. Ugye? Hogy ez fura. És amikor Botonka hazahozza az első barátnőjét, és neki is megmutatják, hogy született Botonka, akkor van az igazi buli. Igen. És amikor elkezdenek... Nehéz, meg kukikája van, de így már kukikája van, hogy Botonkának te. Hallod, egy kis kukikát. És akkor tudod, hogy Jézusom, mama, apa, ne csináljátok már. Én arra emlékszem, hogy odarángattam magam mellé a szülésznőt, és csináltam egy maszkos fotót. Valamiért úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot meg kell örökíteni, és valamelyik telefonomban egyébként ez a fotó még meg is van, hogy állok egy ilyen
nagyon kedves szülésznővel, aki nem érti, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy én ott maszkban csináljak magamról fotót. Mögöttem látszik, ugye császár volt, de egészen az ajtóig. Ja, kórházi maszkos. Na, mire nem gondoltál, nem hogy a, egy mondom, igen, ne, hogy azt hittem, hogy mit tudom én érted. Gázállar, ma, hogy ízének a VUK maszk, vagy nem tudom, valamilyen vidám farsangi maszkot tettél fel, hogy oldjad a feszültséget. Igen, beöltöztem, igen, bádog embernek. Ha, igen, nézd már, itt van Totó. Na, ki vagyok? Apuka, üljön már le. Totó! Nem, ugye föl kellett venni ezt a zöld maszkot. És ez a fejkendőt, ez a hálót, hogy ne legyen a hajasod semmi egyébként. Azt te kérted, ne az ugye. Jó, igaz. Jó, azt tetszett, én még kesztyűt is vettem, és valahogy azt éreztem, hogy nekem ezzel a szülésznővel kell csinálnom, mégiscsak a Viki élete az ő kezében is van, érezze, hogy én azért így együtt érzek. Oda rángattam mellé, egy ilyen birkózó fogással rászorítottam a nyakára, azt mondja, ilyen fejet vág, mert szorítom a nyakát, és gyorsan csináltam egy darab fotót. Mosolyog! Ez van, az egész születésről egy ilyen kép van. Milyen okos apuka, nem? Csinált magáról egy képet maszkban egyébként. De nem, valahogy ez a videózás, ez nem, a videó nem volt ez nem, ez nekem nem volt ingerenciám erre, hogy én ott videózzak. Én pedig biztos vagyok benne, hogy itt a zavarban, meg a feszültségben számtalan olyan videóktól kezdődik, ahol pont a maszkos apukát nézik az első 15 percben, mire rájön, hogy fordítva fogja a kamerát. Tudod? Hányan elvágódhatnak? Hány anyuka tartja egyébként az apukákban a lelket? Gondold el, szerintem nagyon sokan csinálják, hogy anyuka egyébként, aki vajúdik, és neki nyilván sokkal nehezebb fizikailag, lelkileg, hát a legnagyobb csoda, de a legnagyobb vizet, fájdalom is ugyanakkor. Szomjas, nem a férjem, a férjem. Elvágódott, elvágódott. Tehát rengeteg apuka lehet, aki kevésbé bírja a gyűrődést, és ugye nem tudod, hogy mire mész be. Tehát úgy csinálod végig a 9 hónapot, hogy ott leszek, kicsim, bemegyek én is, ott vagyok, fogom a kezed, de amikor ez valójában megtörténik, akkor véged van, ugye? Hát akik gyenge idegzetűek, vagy nem bírják a vért, vagy nem tudom, amikor ott megérkezik a kis... Hát azért ez egy tök komoly szituáció. Hát a más esetben, hogyha mondjuk 3-4 férfit találnál a mesztelen feleséged mellett, azért azt gondolom, hogy az így szintén felzaklatna. 3-4 férfit a mesztelen feleséged mellett, aki egy ágyon fekszik, egy más élethelyzetben azért ez kikészítene. De itt? De ott egyértelműen dühös lennél. Egy ilyen helyzet... Nem. Ott is keresnéd a videókamerát. Igen, hol van, igen. Na, van egy ülésznőnk, aki valószínű megjárt már nagyon sok esetet. Kriszta, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, te szülésznőként dolgozol? Jól mondom? Igen, én szülésznőként dolgozom 21 éve. Hát akkor, most reggel 10-ig tudsz nekünk mesélni. Hogy hát általában van. Kik a legnagyobb terhek, az anyukák, vagy inkább az aggódó, izguló és néha elájuló apukák? Kikkel van a több baj? Inkább apukákkal szokott lenni, meg a családdal. Ők, akik nagyon szurkolnak. Ők, akik szurkolnak. Van egy-két konkrét történetet, hogy mit kellett mondani az apukáknak, mit csináltak, hogy reagáltak, írtak-e valamit, videóztak, milyen furcsa dolgokat éltél át a szülőszobában? Igen, hát többféle apuka típus van. Vannak, akik ugye nagyon felkészültek, nagyon készülnek rá, tervet készítenek, mi szerint fognak megérkezni, mi történik. Aztán az ellenkezője történik, és akkor nagyon meglepődnek. Aztán vannak, akik ugye nagyon felkészültek, és segítenek abban, hogy így vedd a levegőt, ezt csináld, azt csináld, és akkor ebből történnek a vicces esetek, mert akkor volt már olyan a példa, hogy anyuka azt mondta, hogy oké, most maradj csendben, túlélésre játszom. De vannak apukák, akik elsajátítják a légzést, és azt próbálják diktálni anyunak, hogy kell lélegezni? Természetesen, és ebbe előbb-utóbb ők lesznek rosszul, majd elájulnak. És akkor így megpróbálják. Igen, mert lehet közösen ezeket a kismanatornákat is ugye közösen csinálni, és akkor itt ezeket az alapokat el lehet sajátítani. Azért ahhoz férfinak nagyon elszámnak kellene, hogy elmenjél egy ilyen kismanatornát. És most. De az azért nagyon kell. Nagyon elszárnak kell lenni. És akkor mit csináltok? Ki a fontosabb? A szülő, anyuka, vagy az elájult apuka? Vagy arra van egy külön tím, aki kihúzza apukát ilyenkor? Hát igazándiból ilyenkor anyukával szoktunk foglalkozni, apukát azért szoktuk mondani, hogy szolidan itt a sarokba, hogyha gondolja, foglaljon helyet, mert nem biztos, hogy tudunk vele túl sokat foglalkozni, és ott csendben a sarokban lecsúszik a fal mellett, és akkor ott nem okoz problémát. Hát nagyon szürreális lehet, hogy mama vajudik, néha esetleg kiabál, ordít, apuka meg itt csúszik le a széken, és éppen ájul el. Nem is egyszerre két problémát kell megoldani. Hát igen, de ez azért elég ritkán fordul elő. Tehát nem annyira jellemző. Az elő szokott fordulni, hogy apuka túlképzett, és akkor mondja, hogy nagy levegő, toljad, te meg odamész csendbe, és azt mondod, hogy ne, anyuka most ne tolja, apuka menjen ki. Mert én ilyen sztorit hallottam. Volt ilyen, de nagyon sokszor inkább a kismamák oldják meg,
igyekszünk azért nagyon toleránsak lenni mind a két fél felé, mert azért valljuk be, az apukának sem egy egyszerű helyzet, de volt arra példa, amikor apukáza nagyon szurkolok, nagyon megmondom, nagyon így, és ezt az anyuka egy ilyen jól irányzott, jobb egyenessel oldotta meg. Ne csináld, bevert egyet a férjének, tényleg? Komolyan, és akkor egy 5 percre csendet kaptunk tehát. Még a mamában is volt egy kis adrenalin, nem? Az, amikor beversz a férjednek, azért ott is dolgozik az Sajna! És apuka elvágódik, tudod, mert a mama leüti. Ott azért megvannak az erőviszonyok a családban, tehát apát nem irigyeljük annyira az otthon. Igen, otthon de szerintem, hogy ti ezt úgyis végigéltétek, azért biztos néhány gyilkos pillantással találkoztatok ti is. Persze. Volt gyilkos pillantás, mondjuk az érészemről is. Mi bementünk, ezt elmeséltem már régen, de te szülésznő vagy, akkor tudsz ebben segíteni. Bementünk, hogy a Vikinek most már nem tudom, milyen hány perces fájásai vannak, de nagyon vajudott, meg tényleg nagyon fájt neki, de hát nyilván mindenkinek. És azt mondták, hogy hát jó, hát amíg nem jön az orvos, addig adnak egy algópirint. Az így természetes? Mm-hmm. Vagy ezt szokták adni? Ez egy picit mi meglepődtünk. Mondom, miért nem kalmopirint adtok? Vagy egy kalcium pesgő tablettát? Tehát az algópirin azért az nem segít már egy ilyen erős fájdalmon, nem? Hát ez nem jellemző, tehát nem az algópirin az, ami segíteni tud, tehát az más. Jó, mondjuk a sztorihoz azt tegyük üljük hozzá. Üljük le, kint adnak egy algópirint. Balázs, azt tegyük hozzá, hogy ti az újszülött osztályra rongyoltatok be először, nem? Jól emlékszem, azt is, mert... Picit túlvezérelt voltam. Segítsenek, a felesége milyen. Nagyon jó apuk egy ajtóval. Nem voltam szimpatikus. Konkrétan az volt, hogy bementünk, igen, és az új, és nem értettem, hogy miért nem így is fogja a Viki a karomat, hogy neki ez nagyon fáj, csináljak már valamit. Én meg rángatom az ajtót. Rissátok bárki, rissátok bárki! Négykor bezárt a büfé, sebestén, hogy lerángassák az ajtót. Ott nem hiszed el, amikor ott van a vajudó feleséged, egy perc a világ végének tűnhet. Látod, görnyed, fáj, majdnem sír. Elkezdem rugdalni az ajtót, annyira ideges voltam, hogy miért nem jönnek ki a szülészeten. Hát itt van a bajba jutott nő, aki mindjárt... És én egy ilyen álmos nővér, tudod, tapogatózza, jön ki, apuka, ez az újszülött osztály, menjen egyet fel. És már elkezdesz a saját valóságodba létezni. Vigyáljál már le! Hagyjad már, majd ezt elintézzel rá! Tudod, és ez nem is akkora kellemetlen, ugye, amikor az a nővér elmondja, hogy apuka, maga barom, menjen már egy félbe az újszülött, hanem amikor megérkezel a kis deddel, hogy itt vagyunk. És ugye ugyanaz a nővér jön veled szembe, aki két nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt, ugye látta, hogy agyonrugdastad az ajtót, igen. Az mit jelent egyébként, hogy van olyan Krista, aki nagyon precízen készül a szülése? Mi táblázatot vezetnek? Vagy nem is értem, hogy értékelik a szülés, vagy... Akár. Tehát a vajudásról nekem az egyik olyan volt, amikor azt gondolom, hogy elég toleráns vagyok és türelmes, de akkor én is elgondolkoztam azon a mondaton, hogy most akkor lehet, hogy ezt abba kéne hagyni és kimenni, amikor apuka laptoppal érkezett meg, és gyakorlatilag a fájások sűrűségét, erősségét, hosszúságát egy Excel táblázatban. És akkor a végén volt egy értékelés? Vagy mit csinált ezzel az Excel táblázattal? Hát erről már nem tudok, de akkor sem igazán értettük, hogy ez most tulajdonképpen miért is fontos abban a pillanatban. Papa erősen műszak is volt, azért megérkezett a szülés egy Excel táblázattal, nem? Ennek a fájdalomnak még nincs itt az ideje. Nézzük egy összehasonlító táblázatot. Az éves statisztika alapján a szülőnők 80%-a. Papa kicsit informatikus vonalon. Ebben a periódusban hasonló diagramokat produkál. Köszönjük, hogy telefonáltál, örültünk, hogy beszéltünk. Jó munkát neked. Köszönöm, sziasztok. Sok szülést. Köszönjük szépen, ciao, hello. Nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Nagyon helyes történetek vannak egyébként. Én konkrétan elkezdtem felmosóval futkározni a hálószobában a magzatvíz elfolyása után. Féltem, hogy felhullámosodik a laminált padló. Milyen körülmények? De vagy az én emberem. Nagyon jó. Ez nagyon szimpatikus. Ez a praktikus, racionális gondolkodás volt, ez a szívemig hatolt. Aztán nálunk nem folyt el a magzat, viszont már szülési fájdalmaim voltak, a fájdalomtól letérdeltem és a pufra könyököltem. Erre a férjem megkérdezi, keresel valamit? Azért is nagyon jó. Nálunk az orvos rászólt a férjemre, hogy őt is engedje már oda, amikor lehetett látni a fejecskéjét, letérdelt és ott gügyögött a fejecskéjének. Az milyen, amikor így megjelenik? Kicsik, mindjárt kint vagy, mindjárt találkozott a puka, meg babuka. Az én férjem közölte, ez a legszebb, tartsd már vissza, amíg vége lesz a meccsnek. Az milyen? Nyugodt apuka. Hát érted, nincs elég bajom. Mexikói futballvilágbajnokság, Dánia-Spanyolország mérkőzés, amit a spanyolok nyertek 5-1-re, mivel a meccs és a közvetítés 0 órakor kezdődött, apuka kérésére a pici lánya megvárta az első félidőt. Az nagyon menő, nem? Jó, nyugi, ülj már le. Mindjárt. Ezt még bevarjuk, érted? Kitömjük ezeket a majmokat, aztán mehetünk. Szülés csak hagyján, anyósom az anyja temetését videózta, majd az első randik egyinkén megnézette vele. Jézus, atya! Nézd meg az anyám temetését! Igen.
állok a szülőszoba előtt, kiszól a doki. Apás szülés lesz, mire ér? Miért doki maga nem ér rá? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. És hát megy az agyalás, hogy akkor mi legyen. Mit csináljunk, most jelmeznek. Mit csinálsz? Veszed, készíted? Nem veszem. Nem veszed? Nem veszem. Ott a csinálás a lényeg, érted? Mindenki, aki veszi, áruló. Elárulja a farsangot. Figyelj, meggyalázza a farsangot. Rettegek, hogy nincs a boltba oroszlán jelmez. Hallod, tud a gyerek itt el... De hát ott a pont az a dili benne, hogy előtte napokig készülsz, hogy minden este a homlokodon csorog a Technokon Rapid, érted? Meg a homlokon minden... az izzadság csorog, miközben a cumit teszem be az egyben a tápszert, a másik gyerek éppen, hogy játszak vele a fürdőkádba, a Viki mondja, hogy hozzam a cumit, és ide egyébként hozzak tiszta pelenket, nem állok neki fel. Hát akkor olyasmire nem kell öltözni, otthon is van. Elmész, itt az ülőin van egy kreatív bolt. Veszel egy méter kalapgumit, kérlek szépen, veszel egy oroszlán színű, ekkora nagy, ilyen vastag szálú pamutfonalat. Kerít. Körbe rakod a fején a gumit, alul megkötöd. Rákötöd a izéket, a szőröket, levágod, két fület ragasztasz bele, és kifested a gyerek órát. Úgy nézek ki, mint a kész. Hát szerintem Feri erre akar célozni. De hát már megvan a feje. Megvan a feje. És kell egy... Marcellus válasz egy... Akkor miért van? Miért? Ugye, ahogy volt a ponyveregényben. Ennyi. Feri, nem. Most nekem erre nincs érkezésem. Az a baj, hogy az Ovi nagyon humánus, és azt mondja, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket. Nincs első. Volt szülő, el akartam menni, hogy ezzel nem felszólaljak, hogy kikérem magamnak, hogy nincs verseny a farsangon. De miért? Én lelkes szülőként egy éve arra gyúrok, hogy megnyerjük a farsangi versenyt minden évben. Egyébként nem, az van, hogy nem nincs verseny, hogy ne legyen frusztráló azoknak, akik nem jönnek. Mindenki beöltözik, sütiznek, együtt vannak, játszanak, de nincs effektíve egy kiemelve, aki nyer. Az ilyen ötleteket azt kérdezi, aki két éve nem tudott már nyerni. És azt mondja, hogy szerintem ne legyen verseny, szerintem, mert, de miért is? Feri, szólaltam szülő, mondom, melyik szülő ezt kitálta, maradjon itt egy pillanatra, jó? Mert én viszont nyerni jöttem. Ennyi. Ha nekem a nyakamba akasztott anyám egy kötényt, a fejemre egy svájci sapkát, és én voltam a Schusterina. Azért régen, igen. Ha. Én évekig vagy Zorro voltam, vagy varázsló. Muter hol levette a csillagot a köpenyről, hol visszavarta. De jó. Persze, csillagosan varázsló vagy, anélkül Zorro. A frusztráció lényeg annyi, hogy én mindig ninja akartam lenni. Srácok, nálunk mindig tudtuk, hogy ki nyer. Egyszer sikerült nyerni, akkor viszont ellopták a fél tortánkat, szerintetek. Hogy mindig tudták, tehát ez le volt osztva, hogy melyik szülő, melyik gyereke nyeri meg a farsangot. Az hát nagyon amit Jani mondott, a karbantartásért, érted, egy kis izé plusz pénzért. Először is köszönjük szépen az új nyílászárókat Kovács apukának. És most a győztes! Kovács Lajoska! Igen. Gratulálunk! Szép volt, szép volt! Egy száz cigi voltam, apám nem túl okos, írja valaki. Cig is bonyolult. Te úgy is szereted a minimalista stílus, legyen a gyerek hókupac. Érted? Egy fehér lepedővel letakar. Csókolom. Te mi vagy, Benni? Hókupac. Igen, az lényegtelen, hogy te mi akarsz lenni, a lényeg, hogy anyád mi akar lenni, vagy miért akar téged öltöztetni. Anyukám tele volt kreativitással, voltam kacsa, a fenekemen párnával kitömve, aztán mobiltelefon, és voltam kibolyhozott csirkecombcsont is, ami a hajába volt tekerve, mert ősember voltam, a rózsaszín macim volt nyársra tűzve. Tök jó. Van, ami nagyon durák. Anyám mindig hastáncos nőnek öltöztetett be. Túlsúlyos, nagyhasú gyerek voltam. Ez ment évekig, nem volt cing. Át, de hogy üdv Rob. Azért, amikor anyád kitalálja, hogy legyél hastáncos nő, és bemész kicsit frusztráltan nagyhasú gyerekként, és akkor ott táncolnod kell fiúként, azért az is kemény. Tehát a mama nem volt tekintettel a gyerek lelkivilágára. A legrosszabb élményem a farsanggal kapcsolatban, hogy tini ninja voltam, egy hatalmas szűrővel a hátamon. De hogy gondoltok bele egyébként tényleg mennyire frusztrált. Gondolj bele, hogy 5-6 éves vagy, és ennyire megmarad. Ha mondanod kéne még 3 emléket 6 éves korodban, nem biztos, hogy tudnád. De ki kellett állni emberek elé, nyomorultul érezted magad, hülyén érezted egy tészta szűrővel a hátadon magad, tudtad, hogy nem vagy tini ninja teknős, és megmarad. Mert ezek 5-6 éves gyerekkori emlékek, kevés minden marad meg, nem? Én is emlékszem a farsangra. Tehát, hogy valami olyan frusztráló dolog történik, hogy 600 szülő mindenkit rukkol a saját gyerekének, hogy ez megmarad. Tehát ezt ugye ez stresszként élted meg, akkor valószínűleg. De miért nem azért marad meg, mert nagyon jó élmény. De akinek tésztaszűrőt tettek a hátára, és elhitették, hogy tini ninja, én nem gondolnám, hogy neki ez olyan jó élmény. Én is voltam gyógyszerész, tehát csak mondom, hogy és na, vajon miért? Mert az édesanyám gyógyszerész volt, csak amikor bementem fehér klumpába, fehér nadrágba és fővárosi gyógyszertári központ feliratú köpenyben, a kezemben egy ilyen lombikkal. Szerintem frusztrált voltál. Nekem kicsit most ezeket így halva, meg látva ezen esemeseket, nekem tetszik, hogy nem
versenyeztetik meg őket. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Justin Bieber lesz Kit hangja, gyerekek, a Knight Riderből. Na végre! Hogy lehet Justin Biebernek Kit hangja? De nem egy mély érett férfi hang volt a Kit, aki beszélt a Michaelhoz? De, hát a magyar, a én a szinkront ismerem, most a Justin Bieber, hogy ki volt előtte, azt én nem tudom. Uh-huh. Nézzük, hát, hogy milyen Kit lenni, Jani, csináljuk. Leginkább általános iskolán. Igen. Mert meg ezt csinálta. Meg ugye, hogy ment a kis, fény, folyamatosan állandóan ezt csinálta. És, akkor, de, és beszélt is az egy Hello Michael, már is indulok, igen. És az egy ilyen mély hang volt hello a magyar. Hello Michael, már is indulom. Hát most nem így fogja mondani, nem? Cső Michael, hello, mi a pálya, ha már megyek is. Megvan a külföldi hang, csak hogy meg tudjuk. Igen, hallgassunk. Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference. Gyerekek, jobb a magyar. Sokkal. Jobb volt a magyar. Sokkal jobb volt. De ő még a régi, ugye? I am the Knight Automated Roving Robot. Car, if you prefer. I am the prototype of the car. Atya Isten. Én vagyok a prototípus. Ne nyomjál meg még minden gombot rajta, légy szíves, jó? Fura, annyira tud zavarni egyébként, amikor azon színészektől elveszik azt a magyar hangot, akit te megszoktál. Ne? Most már egyébként nem csinálják. Régen volt divat, hogy ide-oda sodródtak ugye a külföldi színészek magyar hang szempontjából. Most már, ha valakit megszeretnek, vagy beválik, akkor általában a szinkron stúdiók azt az embert kérik fel. Nekem a Woody Allen volt a klasszikus, Kern. Ugye igen. Kern, és utána volt egy váltás egy pár film erejéig, már nem is tudom, hogy ki csinálta, és így nem értetted, hogy ez meg hogy beszél. Halász Judi. És közben azért boldog, boldog minden esztének elte. Igen. Kik voltak a nagy klasszikus magyar hangok? Volt, nagyon sok. Revicki Arnold. Revicki Arnold, így van. Én imádom. Nagyon szeretem, és marha érdekes egyébként. De Revicki nem Gábor. Revicki Arnold hihetetlen volt. Revicki Arnold hihetetlen volt. Igen, és Schwarzenegger Gábor döbbenetes. És a marha érdekes, hogy ők nem a tipikus példa, vagy ő nem a tipikus példája annak, amikor mondjuk olyan külsejű szinkron színészt is választanak, mert sokszor előfordul, hogy megnézitek, igen, hogy van hasonlóság a két karakter között. Mondhatnám például Eduardo Noriega, Rákóczi Ferenc. Hát értem. Ja, hát azért értem. És azért bocsánat, tehát, hogy azért egy George Clooney, miért nem a Rákóczi Ferenc szinkronizál? De most én, miért nem a magyar George Clooney? Szállj már le erről, valaki ezt kitalálta, hagyjál már. Például George Clooney talán Szabó Sipos Barnabás volt, ugye? A vészhelyzetben szerintem biztos. Ugye neked kellene? Hát egy teljesen egyértelmű. Én George vagy. Bocsánat. Hozzatok egy kávét. Na, azt megcsináltam volna azt a reklámot. Fú, az de jó volt. Georgi fiúval. Tudod, ez a patronos kávé. Vagy az izét, melyik volt ez a piás, amikor ugye bementem erre a női bulira. Igen, ment mindig. És nem engedték be nem soha. Nem elvették a piát, köszönjük szépen, az kellemes volt. Ott állt. Igen. Na, összeválogattunk mi is egy-két jellegzetes szinkron hangot. Ugye, hát nyilván a színészek azért egyrészt büszkék arra, hogy ők szinkron hangok is, és hozzájuk kapcsolódik egy-egy híres karakter, egy-egy híres színész. Ugyanakkor valószínű teher, mert hogy azért ők szeretnek ebből kilépni, és ha egy szinkron színész hozzá kapcsolódott egy szinkron hanghoz, illetve egy személyhez, akkor ő azért még emellett színész is, és szerintem egy idő után hátrány, hogy mindenkinek az úgy teszi, hogy ja, te voltál, te vagy. Igen. Ugye? Tehát gondolom, hogy egy idő után azért az inkább nyomasztó lehet. Észre-tura, hív a természet. Igen, például, igen. Vagy hát tényleg nagyon sok mindenki van, aki ugye most már teljesen egyértelműen összekapcsolódik egy-egy színésszel. Hát nem tudom, én de a Kautskyt látom valahol, azért nem jut eszembe a Tom Cruise. Ő régen volt, tőle elvették. Igen? Igen. Igen. Akkor pont nem jut eszembe most már a Rékos James Bond. Pont ezért vették el tőle. Ja. Nekem jutott eszembe róla. Ő nagyon sokáig szinkronizált a Tom Cruise szöbek között például, és most már egy hosszú ideje a Tom Cruise a Rékosi. Tehát a Mission Impossible meg az új filmek például Rékes, mert régen ugye talán a Becsületbeli ügycég, stb. Koktél, ott viszont még a Kautsky Arman csinálta. Akkor de biztos, hogy van ilyen, hogy te hozzánősz színészként egyébként egy hollywoodi színészed, és irigy vagy arra, ha egy szinkron rendező úgy dönt, hogy nem te, és elveszi tőled. Nem? Tehát egy idő után azért nyilván kialakul valamiféle kötődés. Miért nem én? Mind gondolkozom? Azt mondja, hogy Dörnernek voltak nagyon jó akciófilm. Bruce Willis. Bruce Willis, hogyne. Többek között. Igen. Zseniális volt benne, tényleg. Tehát én imádtam. Én imádtam. Nagyon-nagyon jól passzolt hozzá. És egyszerűen csak a szinkronrendező fölkel, és azt mondja, hogy ma ne ő legyen? Vagy, lehet, hogy más karaktert. Vagy más karaktert. Én utálom, amikor például a Bruce Willisnek megszokod a hangját, és nem a szeretett szinkron színészet kapja. Itt az
az eredeti szinkronhoz nem kapcsolódik például mondjuk ilyen plusz költség? Tehát, hogyha már le van szinkronizálva a film, az nem drága mondjuk egy tévócsatorna számára? Amikor azt mondjuk... Na, amit nem értek, amit most te mondasz, az újra szinkronizálás. Szerintem az ez anyagi okra vezethető vissza. De miért? Azt neki kell fizetned még egyszer, ha te le akarod adni. Hát én egy tévétársaság vagyok, 82-ben szinkronizáltak egy filmet, én ezt most 2014-ben le akarom adni. Megőrülök, annyi idegesítő. És tudod a dumákat a régi filmből, igen, és nem az ugyanaz. Új szinkronban nem azt ugyanaz van, csinálják? És a szőr feláll a hátadon, igen. Na, arra gondoltunk, hogy mi is megszólaltatunk egy-két jellegzetes szinkron hangot, akik azért hangsúlyozom, nyilván nem csak szinkron hangok, hanem emellett kiváló színészek is persze, de hát hozzájuk köthető egy-egy nagy színész, egy-egy komoly karakter. És először itt van velünk, ha minden igaz, Kautsky Armand, jó reggelt kívánunk, hello Armand! Jó reggelt, sziasztok, hello! Oh, helya, Istenem, ez a hang! Hát igen, a nők nagy kedvence. Na, te voltál sokáig Tom Cruise, aztán elvették, ugye, tőled? Vagy hát nem is tudom, mi történt, de most már a rékasíja a Tom Cruise. Hát ennek az a rövid története, mennyi időnk van, hogy röviden elmondja, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Cocktail című film bejött, én akkor végeztem a főiskolán, és akkor valóban egy casting volt, ketten álltunk Karcsival a mikrofon előtt, és egy tekercset én, egy tekercset ő megcsináltunk, és akkor a stáb szavazott és döntött, hogy kettőnk közül melyikünk legyen akkor a Cocktailban a Tom Cruise hangja. Én akkor megnyertem ezt a versenyt, és akkor valóban 10 évig ezeket a nagy emblematikus filmeket, a Becsületbeli ügy, ahogy említetted, a Top Gun-tól kezdve, ezeket a cég, ezeket én szinkronizáltam. Aztán valahogy az én hangom talán úgy megérettesebbet lett, vagy kicsit idősebb lett, vagy öregebb, vagy nem is tudom. Egy picit nálam idősebb a Tom Cruise, de mégis a fejének, az arcának, a tekintetének van egy kisfiús bája, és ez el kell lássam, hogy Rékasi Karcsi hangjában több ez a fiatalos lendület vagy báj, és most, ahogy itt idősödünk, ő szokta már a Mission Impossible óta Tom Cruise szinkronizálni, a legkisebb ellenérzésem nincs. Én beleérettem a Pierce Brosnan karakterébe, aki egy kicsit idősebb. És nálam. Ti azóta nem beszéltek a Rékasival egyébként? Dehogy nem. Semmi konfliktus ebből nincs. Akkor sem volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondolom most sincs. De tőled mondjuk Pierce Brosnan már nem elvehető, gondolom, nem? Tehát, hogy az komoly féltékenységet váltana ki, nem? Ha valamelyik szinkronrendező úgy döntene, hogy akkor valaki másnak. Balázs, nincs szerződésem, ahogy mai divatos üzleti világban ezt szokták mondani, nincs szerződésem, hogy nekem kötelezőt szinkronizálni, sehol nem tudok fellebbezni, hogyha valaki másképp gondolja, de a józanész szerint, hogyha most éppen 2 napja voltunk a moziban, a legújabb filmjét néztük, amiben én voltam, igen, most úgy kötődik hozzám, tehát minden józan emberi számítás szerint, ha jön egy Brosnan film, akkor azt én szinkronizálom. Amikor betelefonálsz egy ilyen vízi közműszolgáltatóhoz, hogy miért nem küldték már a júliusi számlát, és picit el vagy maradva, és jöjjön valaki leolvasni, akkor így nem szoktak sikítozni? Vagy így, vagy akkor kicsit máshogy nyomod? Direkt, Bondúr, megyünk Bondúr. 26-szorra rohadt unalmas lehet, ott vagyunk, ha indulunk, 0-0, hogy sietünk. Nem tudja megoldani, ja? A világ béke megy, a dugulás nem. A minap rendeltem egy ablakot egy ablakcseréhez, és addig nem volt hajlandó a számlát kiállítani a fiatalember, amíg azt nem mondtam, hogy a nevem Bond, James Bond. Azért mondom, hogy először de vicces, 6-szorra nagyon, de amikor 26-szorra mondod, hogy vigyék már a hulladékkezelőre ide a szemetet, és azt mondja, nem, addig nem, amíg ki nem mondod. Addig azért van ebben egy kedves báj, sok minden kötődik az én hangomhoz, sokkal kellemetlenebb, amikor a hívott szám nem kapcsolható című mondatot kell tényleg számtalanul elmondani. Tényleg, de jó, hogy mondod, hát mi is egy csomószor hívjuk a naphallgatóját, és köszönünk neked, hogy hello Armand. És én mindig visszaköszönök, ugye? Nagyon rendes vagy. Hello fiúk, igen, visszaköszönsz nekünk. Mi a kedvenced? Melyik a kedvenc hangszereped, szinkron szereped? Hát talán ami színészileg a legnagyobb kihívás és a legnagyobb boldogságot jelentette, az Angol Beteg című film volt jó pár évvel ezelőtt. Én amikor megnéztem a moziba, akkor azt mondtam magamban, hogy Istenem, bárcsak én szinkronizálnám, mert ez olyan csodálatos ez a film, olyan nagyszerű ez a szerep. És akkor 2 hét múlva csöngött a telefon, és hát ez nagyon nagy boldogságot jelentett. De igazából mindig az az ünnep, és mindig az a nagyon, nagyon klassz dolog, hogyha jó színészt szinkronizál az ember, és a film tulajdonképpen mindegy, de a színész legyen.
jó. Annál nincs borzasztó. És aztán amikor megnézted magadat az angol betegként, ugye a moziba, akkor nem kiabáltak hátra, hogy jó van, maradj már csöndben, amikor felállt. És megmondta, ugye? Ugye, hogy rohadt jó vagyok? Na! Kautsky! Kautsky! Ülj már le, légy szíves! Légy szíves, nem látom! Hát nem. Na jó van. Örülünk, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Köszönjük. Köszönöm szépen. Szépen. Vigyázz magadra. Ilyen. Köszönjük szépen. Kautsky, olvan! Ciao! Hello, hello! Szegényeknek, hát amekkora áldás, akkora teher. És ugyanakkor nem. Addig nem adom oda 007. Fú, de utána. De utána. Anyas mellékről hív. Na, halló, jó reggelt kívánunk. Ne, direkt nem mondom a nevedet, hello. Jó reggelt, szervusztok. Hányszor voltál ebben a szerepben? Mert te tudod, hogy én mit kérdezek. Körülbelül a hányadik filmetek együtt? Fú, hát ezt nem mondom őszintén, nem gondoltam bele, nem számoltam én még ezt össze. Fogalmam sincs, nem tudom. Nem tudom, hát 10. biztos, 15. valahogy így. Valahogy így. Meg hát a sorozat. Na, még igen, mindig és semmi. És ott van a sorozat is. De várj, még várjuk az SMS, mindjárt megírja valaki, szólok, ha bejött az első. Egyébként azon gondolkozom, hogy a csaj a végére kezd jó színésztő lenni. Tehát mindig ilyen hülye végjátékokban játszik, és most van a filmek, hogy a végére kiderül, hogy ő egy jó színésznő egyébként. Igen, igen. Melyik melyik filmjét csináltad? Hát sokat csináltam. Például azt, amikor ő kapott Oscar-díjat, és nem a férfi főszereplő. Most mondjam, vagy nem mondjam? Nem is igazán tudom. Mondhatod, mondd? A nagyon jó, megjött egyébként a megfejtés, a Jennifer Aniston-t küldték el, így van, a Jennifer Aniston-t küldték most már egészen sokáig. Ezt inkább utálod, vagy ez egy kellemes teher? Mert Zarmonddal beszélgettünk, ő mondta, hogy egy 6-szorra már, amikor el kell mondani a vízi közműnél, hogy 007, akkor már baromira unja. Hogy felsikítoznak a hangodnál? Felsikítoznak, igen, ez nap mint nap előfordul, hogy megszólok a közérben, vagy kérek egy kiló kenyeret, vagy valami hasonlót. És akkor ugye maga a hangja, a Jennifer, nem is azt szokták mondani, hanem a, hogy hívják a jó barátokban a... Rachel, ugye? Mondom, igen, kicsit akkor zavarba jövök, de ez egy nagyon kedves dolog, mert ők olyankor nagyon örülnek. És ez nagyon jól esik nekem. Az sajnálom, hogy nyilván hazamennek. Nem a színházi munkáim alapján ismernek fel. Ez egy kicsit fájó egy színésznek, de így is nagyon jó, és így is örülök neki. Na, de hatalmas élmény annak, akivel találkozom, mert ott hazamegy és elmondja, hogy tudod, kivel találkoztam, tudod, kivel? Hallod Jennifer Anistonnal? Figyelj, az élőben sokkal jobban néz ki az a csak. Azért az nem, ez így ebben a formában nem lehet kellemes. Ugye ti sokszor nem is látjátok egyben a filmet, ez számomra mindig meglepő, hogy nem áll össze a történet, tekercseket kaptok, azt úgy valahogy elkezditek szinkronizálni, és aztán ha megnézitek moziban, akkor tudjátok, hogy valójában mit szinkronizáltatok, nem? Hát, hogy valójában miről szól az egész film. Hogy valójában igen, miről szól a film. Jelenet, ismerjük, amikbe benne vagyunk, ugye. Igen, értelmszerűen, hogy azokat tudjuk, hogy mi a jelenet, meg miről szól, amiben a szereplőnk szinkronizál, de az egész filmet nem ismerjük természetesen. Kitaláltak ám sokan, nagyon sok SMS jött, úgyhogy azért ez is abszolút jellegzetes. Ági, nagyon szépen köszönjük, puszilunk, megyünk tovább. Vigyázz magadra, jó munkát, Kőkényesi Áginak. Köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Halló, jó reggelt kívánunk. Szervusztok, kis pöcsök, mi újság? Ez az. Szeretem. Hello, ja, egyébként Burning Show, kapok ajándékot. Az első ajándékcsomag a tiéd, igen. Figyelj, de mennyire forsz össze egyébként magával a színészed, hogy egy kedvelhető palinak tartod, érdekel, megcsinálod 15. film, vagy van valami, ami mondjuk, hogy Nicolas Cage-ben téged vonz, követed, várod az új filmjét, és most nyilván nem egzisztenciális szempontból, hanem mert mondjuk a pali kedvelhető. Van ilyen? Hogy az ember magát a karaktert, vagy a színészt megkedveli, megszereti? Vagy közön? Abszolút, és ugyanígy van, mondjuk a Nicolas Cage-el is így, vagy Anthony Edwards-szal voltam így, a Vészhelyzetben, mint Green Doktor. Igen, a Green Doktor, így van. 8 éven keresztül szinkronizáltam őt, és voltak nagyon komoly és megható pillanatok. Például az utolsó filmet, azt neki ajándékozta a stáb, amiben elbúcsúzott a stábtól és magától a mozitól, és az egy nagyon-nagyon-nagyon megható és nagyon mély gondolatokkal. Meg egy embernek a valójában, hogy hagyja itt a világot, a rajza volt. De Nicolas Cage-el is így vagyok, csak mostanában olyan
Pitláker filmeket csinál, ez a varázstanonc, meg lángoló fej, meg motoros, meg minden. De hát van az a 40 millió dollár, ugye, amit ki kell fizetni az adóhivatal felé. És gondolom, hogy igen, komoly adottartozások vannak. Igen, ez számomra is rejtély, hogy nagy hollywoodi színészek, akik 20-30 millió dollár kapnak egy filmért. Egyrészt, hogy van adottartozásuk, kettő, hogy adósodnak el. Na most Nikolás egyébként igen, az eladósodás határán van. A Cage-nél tudni kell azt, hogy piramist vásárol, meg mindenféle őrültségeket. Szóval ja, hát igen, kastélyokat várakat. És hát ez miatt az ugye az sok. Igen? Igen, csak azt olvasom közül a hobbiaid között, hogy te szeretsz műlegyezni a barátaiddal. Nagyon jó, imádom, jó, jó. Igen, ez egy szerintem a horgászat királynője a műlegyezés. Annál fantasztikusabb dolgot nem tudok elképzelni, amikor állsz egy sodró patakban, azt se tudod, hogy hova lépsz, kristály tiszta, de mégis a fénytörés miatt máshogy látod a mélységet. És az általad készített műléggyel, műbogárral, kapásra ingerled azt a pisztrángot, aki 5 éven keresztül, amíg él, egy sodrással szemben tölti a napjait, iszonyatosan koncentrál, hogy minden falatért meg kell küzdeni, töltör a mélyből, megnézi a csalidat, bekapja, majd kiköpi és visszamegy. Szóval, és hát ugye de ezt hogy lehet csinálni egy kézzel, hiszen a másik kezeden mindig ott van Mr. Garrison kalapúr, ugye? Igen, azon kaptad jó, már igen. Magad, hogy női ruhák között kezdtél el turkálni valamelyik bevásárlóközpontban, és klipszeket próbáltál fel? Megmondom őszintén, hogy ezt még nem fedeztem fel, de ami késik, az nem múlik. Csak az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy kicsit szóval az én ízlésemtől elkanyarodott, és semmi problémám nincs a mássággal, de talán egy, mondjuk erős vonal az ő szemlélete a világról és a környezetéről, ahogy elment egy golfáramlat felé úszni. Igen. A csillagok háborújában kit szinkronizáltál? Én vagyok benne az aranyember, a Threepio. Tényleg? Igen. Kastán, na, hát figyelj, tudom, hogy utáljátok. Megmentőn. Jézus Mária, de nagy. Jót annyira változtatni kellett a hangot. És akkor születtem konkrétan, amikor ez a film ez megjelent. Hát ez mindenkinek a magánügye sajnos. Igen, ez a mi keresztünk. Igen. Isten. Na, figyelj, én tudom, hogy utálod, de nekem van egy kedvenc filmem, ezt én nem tudom kihagyni. Amikor a Nicolas Cage és a John Travolta egyébként egy John Woo filmben, és ez egyik szerintem a legjobb filmjük együtt, az Állarcban, igen. Ők ugye arcot cserélnek. És ott a Nicolas Cage, mint rossz fiú, felszállt a repülőre, és a steward ezt az ölébe ültette. Hát és az egy szenzációs rész, amikor ugye megérkezik fegyverre, beül az ölébe, és mondja a stewardessnek, hogy mit mondja, hogy barackot, imádom a kopasz barackot. Emlékszel erre? Imádom a húsos barackot. Atya úristen! De gyönyörű, és utána szépen felszállnak ugye a magánrepülővel, és közben érkezik a Travolta, mint rendőr, és közben arcot cserélnek. Igen, az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó pára kérték már ezt tőlem, hogy búgjam a fülükbe, sőt, férfiak kérték azt, hogy egy éjszakára adjam kölcsön a hangomat, és mondom, hogy gondoltátok, hogy befekszem az ágyal, és ágy alá is, mint Cyrano beszélek, nyögök helyetted? De például kérik azt is, hogy tedd vissza a nyuszit a dobozba. Ezeket az ember úgy jókofaságból megcsinál, de nem jellemző. De kultikus mondatok. Igen. Igen, hát ez az imádom a húsos barackot, én nagyon szeretjük. Az a film egyébként jó, az kedve lehet, tehát az egy jó film. Igen, és hogy látjátok, hogy milyen furcsa és milyen érdekes, hogy megelőzte a korát, és hogyha most belegondoltok, az életben is megtörtént ez, hogy kaptak emberek új arcot, mert valami történt velük, valami tragédia, és kaptak egy új arcot. És igen, ez egy fantasztikus, és ez történt a filmben. De ha már itt beszélgetünk szinkronról, akkor ne felejtsük el, nem tudom mennyi időtök van, a Brian életét, ahol én az anyját szinkronizáltam. Jaj, de jó! És ezt tudom nektek hozd mondani, fiúk, hogy mindig csak a szex! Nem ekkora klasszik, de mindig csak a szex, igen, de jó volt igen. Az, hát szóval... igen, tökéletes abszurd. Hát ez 40 éve csinálom ezt most már lassan, és nagyon sok filmmel találkoztam már, jó színészekkel is.
általában most már talán annyit tudnék még mondani, és kapcsolódva az Armandhoz, hogy sajnos nincs semmiféle jogvédettségünk. Tényleg az van, hogyha egy szinkronrendező úgy gondolja, hogy most már unom már ezt a hangot, próbáljuk ki mással, vagy valamiért ő a kedvence, és mondjuk én nem, és bepróbálkozik ilyennel, de bizony-bizony én kaptam visszajelzéseket, például a Garrison tanár úrral kapcsolatban is, hogy jaj, hát tanár úr, hát miért nem maga csinálja, és akkor most nem fogom elmagyarázni, hogy miért nem, hát mondom, így alakult. De tud idegesítő lenni az embernek filmszeretőként, ha beül a moziba, várja, már várod, hogy megszólaljon, és nem az a hang, és az ember azon tényleg kiborul, hát azért ez így összenő a fejekben. Egyszer előfordult velem egy ilyen, azóta se járok abba a szinkron stúdióba, nem hiányzik, és ebben nem az a bosszantó, hogy másra gondoltak, hanem az a bosszantó, hogy föl se hívtak telefonon. Mert ugye lejárnak a jogok, és újra kell szinkronizálni filmeket. Annak örülök egyébként a legjobban, és itt mint csak féljegyzetként megjegyzem, hogy a Cefirelli Rómeó és Júlia című filmben én vagyok Rómeó hangja. Ami hát ugye hát közel 30 éve készült. És még mindig nem szinkronizált. Tessék? Az egyik legszebb. Bocsánat? Igen. Azt mondjuk, az egyik legszebb Rómeó és Júlia szerintem. Igen, így van, és abban én vagyok Rómeó hangja, és hát szerencsére ideig még nem szinkronizálták újra. Remélem ezzel nem adtam senkinek se ötletet. De na most, hogy ezt kimondtad, valaki rácsapott az asztal, és azt mondta, igen, de jó, csináljunk egy újat, igen. Hát nagyon szépen szóval... köszönjük, hogy itt voltál, jó volt ezt hallani. Bocsánat, akkor csak egyszer kitalak menni. Morning show, igen? És figyelj Balázs, lenne egy kérésem, hogyha jó áron fut az arany kilója, hoznál egy másfél kilót? Fene se tudja, hogy mi van. De megszórjuk gyémántal, mert az is olcsó. Hozzuk neked. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Én is örülünk, köszönöm, hogy itt voltál. Jót nektek. Én is köszönöm. Józsa Imre, köszönjük szépen. Ciao, hello, köszönjük. Imádnivaló, Pali. Óriási. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Egy szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Gumicsizmában van, pucolja a madarat, és a végén megeszi. Nyertem. Ez elég erős. Uh-huh. Igen. Igen. Állandó útítás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Egyébként nem is vonat, ez egy metró. Hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidület szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokerősítő van. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott. Támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, ő mindig felszállt, hogy a Béketér magasságában, akkor vége járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és kőbánya Kispest. Végáll a másik, folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megbelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így által, és rettegtem, és nem mertem neki háttal állni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskál a gerevjével ásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrág, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát hogy ettől még PVC is lehetett felőle. Vagy egy fekete nájlózacskó. És hétvégenként ment be bulizni. Csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzá, ő megfogta.
Megfogta a nyakán átfogul. Nem tetszik valami. Leszerelt Rambó. Igen, és hogy jel? És mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Neked van ilyen, Anna? Van. Hármas metróba van egy férfi. Beszáll, de most egy ide nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik, minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállót. Imádom. Aha. Ő már imádom. Végig ment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem, azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszáll. Imádom. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. A bácsinál volt egy pici. Volt, ugye, de látszott, persze, igen, látszott rajta, volt, de egy... kedves bolond volt. Van köztük azért egy-kettő, aki tényleg ilyen durva volt, egy bácsi annak, én tényleg ilyen tizenéves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a végállomásig utazott, és akkor inkább leszedem a gyűrűket. És kereste a gyémántot? Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valami beakadt? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Az előtt szerintem elhunyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lehet háttérben. Ez az a típus, akitől egyébként félsz. Tehát, hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se oda szólni, segíthetek bácsi, el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála. És így hogy tolt el? Igen. A gyémát, És mi lett volna, ha ő a bemondós bácsival találkozik? Tehát ott azért azt a beszélgetést, azért azt meghallgattam valahogy. Lehet érkezni, a gyémát. És ők ketten azért így vidáman elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latexruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az ülői úton párhuzamosan futott egy busz, meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt egy gyémátos bácsi, igen, ahogy hívják, a kibüllett szemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a Pártházostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy miért, milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy ő látszott rajta, hogy ő a mirám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönséget. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mit történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... Gyémántos, ez magyaráz meg a gyereknek. Én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. volt egy ilyen srác, szintén mindig ott nálogált nálunk, a Nagyenyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig persze húztuk ki tizenévesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónaja, mert az jó szőrös a hónaja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzál már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Oda jön, és azt hiszi, hogy társak vagytok. Uh-huh. Igen. És utána elválaszthatatlanok lesz. Eszembe jutott egyébként, hogy aki a Pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bérlek! Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy de ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és elővölt, hogy sírsz. Igen, és mindenki, abban a például mindenki pár évvel esett, elkezdett kotaraszni, és ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jó kedélyű, nagyon pozitív. De ez viccből csinálta. Hogy képzeld már el, hogy minden alkalom. Jegyeket, Béla! És így röhögött, és mindenki, na menj! Csak néhány SMS, jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink. Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest szobvonalon, Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány. Minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt.
Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalta el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De kattogások? Nyitotta az ajtókat. Nyitotta az ajtókat, kormányzott, és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna. Én imádom. De én imádom. Imádom. 10.30-as IC Budapest Miskolc, figyeld. Büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívóli, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Hóembert guminőt tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliba jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett. Igen, igen. Ezt Bence írta nekünk. 4-es-6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi nem semmi nem történt volna, utazik tovább. Hát gyerekek, a bizniszmen, aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj enned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy hogy áll a buksz. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakli kártyát, majd a hozzá gumizott borotvát. Leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon tükör nélkül. A végeredmény viszont egész jó lett. A rutin. A legdurvább. Kisföld alatti. Figyeld. Egy pali minden reggel kitépett egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az arca. Úristen, ez gusztustalan. De nem imádni való? Szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet tépte ki. Vagy nem, az övével csiklandozott téged. Vagy... az még jobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevasz, bazdmeg! Azok anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoztak. A későbbi busszal, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Azért hatodszorra vernek hátba, ugye? A tesóm balettos kontyába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajér. Megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajacska. Jaj, de jó. Hajacska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó. Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutatója állandóan megjelenik a kontyodban. Hajd csak ismerős. Hajd csak minden reggel. Kicsi büfés SMS-e, zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illattal leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen véletlen. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel enni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. 50-es villén rettenetesen kigyúl srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bólogatni, azt hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel egyiket középiskolás koromban volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyáron zokni, szandál, szatyor, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab, pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú, ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, ő semmi más nem csinál, csak állt és így nézett, és mosolygott, és így finoman bólogatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a leheli. Mi van a 18. kerületben? Én nem tudom, mi történik, de minden ott történik. A pécsi,
A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőr fülkéhez, szerintem ez ugyanaz. Aztán csapatta a verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembe jövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő azért, ő már, az már az erősen bete kategória. Tehát meg intesz a személy, hogy nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom. Ott de azért, ő nem érzi. Hát ő nem, jó. Nyilván, persze. De azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Ja. Sopron-Budapest autóbusz vonalon kb. 4 óra. Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a alvást szimulálni, addig bögdösött, amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast. Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a Mammer leüljön mellém. Nem kívánok senkinek ilyen élményt. Ez Tóbi küldte nekem. Hát ez szörnyű nyomasztó tud lenni. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítom, ide tért be. Tudnak-e cipzár cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Figyelj, Guszti bácsi, kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC cuccára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel írja egy hallgató, Balatonfüred, Veszprém, ez nem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szolonkon egy fura bácsi mindig kézi kocsit tolt, fantasztikusan fütyült, de néha csak úgy ráordított az utasokra random. Fütyösnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Jaj, nagyon szerettem ezeket a történeteket. Milyen lenne egyszerűket összegyűjteni egy hetes buszra, de az összeset. Az összeset is egy járaton elindítani. Egy járaton elindítani. Mint a Fegyenc járat a Konerben, tudod. Csak a szélsőségesek utaztak. Mindenki rajta lenne. A legdurvábbak Rács mögött. Nehogy kiszabaduljanak. Csak még egy SMS. Pécs-Budapest vonalon felszáll egy család. Egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kész. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Nem bírom a bajni. Távolsági buszon egyszer mellém ült egy ismeretlen lány. Én zenét hallgattam, aludtam. 2 órás utazás után a lány felpattant, és gúnyosan, kicsit hisztérikus állapotban jót beszélgettünk. Ti pasik mind ilyenek vagytok, majd leszáll. Kicsit az egész busz engem nézett. Igen. Á, gyerekek, én imádom. Imádom őket. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes hírről beszélgetünk, és aztán majd átkanyarodunk a smucik rokonhoz, mert ugye pontosan ez a kiinduló pontunk is, miszerint ugye mégsem ment el a születésnapjára egy kisfiú a másik kisfiúnak, egy családon belüli dologról beszélgetünk, tehát hogy nem vadidegenekről van szó, és az egyik rokon kiszámlázta a másik rokonnak a ráeső összeget, mert hogy nem ment el erre a születésnapra egy 5 éves kisfiú, és a szülők egymásnak kiszámlázták a gyerekre eső összeget. A gyermek meghívója egyébként perrel fenyegetőzik, ha a szülők nem fizetnek. Tehát ennyire komoly az ügy. És hát érdekes a dolog, mert hogy elkérték ugye a bankszámlaadatokat, egy csomó minden más, csak kiderült, hogy a kisfiú nem tud menni, és azt mondja a család, hogy a gyermek távol léte többletköltséget jelentett a születésnapi bulin, amely egyébként egy ski és snowboard központban rendeztek meg. Egészen szerény módon. Akkor azért volt mit a tejszínbe aprítani. Nem csak csoki torta volt ott, szerintem. Igen, egyébként a brit médiában szellőztették meg az ügyet, és hát tulajdonképpen a pasi, aki szervezte a dolgot, az azt mondja, hogy hát ott voltak az adatok a meghívón, és ha a gyerek nem jön el, akkor felvehették volna vele a kapcsolatot, nem szóltak, így viszont legyenek szívesek fizetni. Mondom, még egyszer, rokonokról van szó. Ez egy érdekes dolog. Ugye mindenkinek a családjában van smucik rokon, rögtön rátérünk az SMS-ekre, mert nagyon jók jönnek, csak nézzük meg az esetet egy kicsit közelebbről, hogy egyik rokon a másiknak kiszámlázza a születésnapi bulit, egyáltalán nem megy el a gyerek, kell fizetni, nem megy el, ki a felelős, hát, kit fizet, ki nem fizet. Itt szerintem nem a klasszikus sztoriról van szó, tehát ez nem klasszikus smucikság szerintem, itt inkább sértődés lehet a háttérben. És akkor ezzel akarnak visszavágni? Igen. Akkor viszont fizes, ha már nem jöttetek el, akkor rohadjatok, és perellek benneteket. Mert egyébként ellenkezősen, de hogy mondjuk nem konkrétan ezt az esetet vizsgáljuk, és adjuk egy helynek a bérlése sokba került, és ezt mindenki tudja, tehát hogy gyerekek, oké, együtt elmegyünk oda, de ezt ki kell bérelni, mi egyedül nem tudjuk, úgyhogy mindenkinek bele kellene adni arányosan összeget, se többet, se kevesebbet, mindenkinek bele kell adni valamit. Aztán valaki
egy valaki lemondja, két valaki lemondja, három valaki lemondja, aztán ott állsz, és ki kellett fizetned egy helynek a bérleti költségét, amit közös döntés alapján béreltetek ki, nem te akartad. De most vagy az nem szülinapi buli, tehát a most ugye a szülinapi buliról van szó, mondom, tehát hogy az más, most elmentek valahogy bowlingpályát bérelni. De születésnapi bulin, ha valaki nem megy, ne fizessen. Hát ez egy marhaság. De hát miért fizetnél? A torta, a habos kakaó, a síbérlet, a melegedő, a mit tudom én mi. Én erre azt mondom, hogy akkor nem kell szülinapi bulit rendezni. Tehát, hogyha én egy ski és snowboard központban megrendezem a bulit, mert én villantani akarok, de közben a gyerek nem jön el, ezt vele kifizettetni, hát akkor menjél haza, aztán főzessél anyáddal. Nem így van, hát akkor csináld meg otthon a bulit. Ne vagánykodjál a ski és snowboard központtal meg a tortával, vagy ha nem jön el, akkor viszont ne fizettes ki. Vagánykodni akarok, hogy snowboard központ, azért kiszámlázom, tudod? Ez, hát de egyébként nem számláznád ki, tehát ha eljött a kisfiú, akkor nem számlázod ki, mert akkor meghívás, akkor tök korrekt. De így érted, akkor csak 9 főre foglalod le az egészet, nem 10-re. Hát nem tudom, ez más szerintem, mert mi is csináltunk a Beninek, én mondtam, hogy én imádom a gyerekeket, meg a Beni barátait hozzánk, senki nem jön szülinapozni. Ez világos, illetve ha jön valaki, akkor nem vagy otthon, tudom, ismerem. Nálunk 10 darab gyerek csokitortás kézzel nem fog a falakat összefogdosva rohangálni, folyóorral, elbotolva, kicsit nem tudom, odakenve a nem tudom a csokitortát a szőnyegre, tehát mondom, hogy nem. Tehát nem, én sok mindenre hajlandó vagyok, meg nem. Mi is elmentük, és egy játszóházban vannak olyan játszóházak, akik ezt így lebonyolítják. Egy torta, egy bohó, semmi. Jó, külön, de ezelőtt ott volt ez a kellemetlen eset, amikor egy angol sí és snowboard központot péreltetek ki, és nem jöttek el többen a családok. De nem is, én azt mondom, igen, figyelj tényleg mindent a gyerek, de nem, ezt nem vállalom be, hogy oda jöjjön 8 gyerek, tehát ott valaki csak rosszul néz én nem vagyok tisztaságmániás, de hogy ott ödönke nem fog tényleg csoki súgja. Mit nyom, ez mit kapcsol ez a kapcsoló, tudod? Én azt nem nézem végig. Hát a munkácsi a falon. Ne, nincsenek munkácsi, nincsen perzsoszonyek semmi, de hogy nem csokizza össze. Na most például mi megcsináltuk, de ott is volt, aki nem jött el. Szóval azt mondom apukának, hogy apuka, 4000 volt a bohóc. A rádeső megvertünk volna apukával. Pattints át 1500-öt, akkor gyorsan már nem jött el a gyereked, mert ödönke arcüreggyulladást kapott, de fizess már ki. Hát nem, az arcüreggyulladás nem ő, az fölmentés. Tehát jó, a beteg a gyerek... Mondjuk elfelejtettek. Igen, máshova mentek, megígérték, kamusztak. Hát azért utána nem fizettetem ki. Hát azért az szarágás. Nem, bocsánat, a szója. Hát az, hogy van az? Hát lehet, hogy ők sokat gyűjtöttek erre a kis bulira. A ski és snowboard központban. Ez egy olyan család. Igen, egyszer a kislányt 10 éves lett a kicsit. Oké, de nézzük, hogy a dolog otthon történik. Igen. Te veszel tortát, készülsz, mit tudom, és ott lemondja a gyerek, akkor mi van? Hát ott se fizetteted ki, nem? Hát... Vagy rosszul esik, hogy nem jön el, és nem száll bele a tortába? Eleve nem tudom, miért kell beleszállni. Nem, hát nem kell beleszállni. Ne szálljon bele senki. Nem kell beleszállni. Itt akik elmentek, azok nem fizettek. Mert senkitől nem várták el. Itt csak akkor jött elő ez a fizetési dolog, amikor hogy a gyerek nem jött el a kisgyerek. Azért sértődés itt. Sértődés van itt a háttérben szerintem. Ez egy komoly durci. Valakit nagyon megbántottak ezzel. Azzal, hogy nem jöttek el, igen, és akkor ezzel akarnak. Így akar bosszút állni. Hát én ezzel nem értek egyet. De miért nem úgy elbosszút, hogy elküldi a tortát levélben? Egyetlen egy gondolatot hozzá, amit a Feri mondott, hogy ha beteg a gyerek, akkor fölmentés. Nekünk beteg lett a Karina, meghívtak minket egy szülinapi buliba, és kérték az ajándékot. Utána odálltak elém a szülők, és azt mondták, hogy akkor kérjük az ajándékot. Csak vettetek a ez egy péntek, vagy bocsánat, egy szombati buli volt, és hétfőn kérték az ajándékot. Ne. Halál, komolyan, de. Te ki és ezt elmered mondani, mert elballagtatok. Elmerem mondani. Kérték az ajándékot, és akkor én mondtam, hogy, hogy nem voltunk a buliba. Így céloztam rá, hogy ajándékot ugye, hát, bár bocsánat, én így gondolom, akkor viszünk, hogyha ott vagyunk. Tehát nagyon prózai, amit mondok, de kimondom, ha eszel a tortából, ha ott vagy és játszik a gyerek, és ellenszolgáltatásképpen nyilván nem érkezik, Na most így vitatkoznom hát kell veled, akkor csak a végén valami... adod az ajándékot, mennyi tortát tettél, mennyi kakaót, itt nagyobbat adjuk. Nem tették kakaót. De nyilván, hát most meghittem. Nincs ajándék. Akkor csak a kicsi van. Akkor nem adjuk meg. A gyerekek elkérni. És úgy képzeld el, hogy kedre megvettem. Megvettem. Hát nem tudtam mit csinálni, megvettem. Én nem vettem volna meg. Aha, de annyira zavarba voltam, pedig hát na. Nem vettem volna meg. De zavar. Én ott álltam, mondom, jó, rendben van. Gyerek előtt történt a párbeszéd,
és milyen a szememben nézett a gyerek, aki várta az ajándékot, és mondtam, hogy természetesen mondom, hát kapsz holnapra valamit, és hát halálciki volt. Kinek van smucik rokon, tessék, van valaki? Ne, az én rokonaimnak van. Úgy hívják V. Igen, az én lenni. Igen. Jó napot kívánok. Úgy hívják V. Igen, és a rokonok akkor írjanak nekünk SMS-t. Azért azt szerintem nagy átok, amikor egy ilyen rokon van, nem? Hogy esküvőre nem száll bele, nem hoz ajándékot, látod, hogy használt dolgot kapsz, lespórolja, az utolsó falatot is megeszi, ha átjön hozzád, látod, hogy nézi, hogy te mennyit eszel, ha hozzámész. Szerintem az nagy, nagy büntetés, nem? Ilyen a családban. A pénzkölcsönkérés, elfelejtik visszaadni, ha visszaadja, aztán te kérsz, mert te szorulsz meg, akkor nekem nincsen. Valami szerszámot elkérni, akkor a fűnyíró volt ilyen, a apám gyártatott egy nagyon nagyszerű 4 babakocsi kerékből, de a nagykerekes babakocsiból, tehát nem ért le. És egy Zetor motorra. És egy Zetor motorral, tehát nem ért le a fűnyíró konkrétan odáig, amíg várni kellett volna, és akkor ezt adta oda egy ismerősünknek, vagy rokonunknak, ő tönkretette, visszaadta, úgyhogy hát nem tudom, mi történhetett, nálam még vágott. Ah, igen. Tudod, és te próbálsz vele vágni. Akkor volt már igazi, amikor odaadtál. Akkor se, de mi odaadtuk, működött, visszakaptuk, akkor már nem működött, nálam még működött típusú volt, és akkor apám ezt elvitte szerelni, és közben a rokon vett egyet fűnyírót, és mondta a fater, hogyha a faluban jár, mert másik faluban lakott, akkor dobja már be. És ment az öreg valahova, és meglátta a kocsiját egy másik ismerős, ahol megállt, és mondta neki, hogy hát Laci, ha fűnyírót hozta, hát ha tudtam, Pista bácsi, hogy erre jössz, hát akkor hozom. De te jöttél ide hozzánk, miért nem hoztad be ezt a rohadt fűnyírót? Azért ilyen mindenütt. A saját, meg az új, van. Azért az nagy érték. A tiéd a régi, ki nem szarsz. Na nézzük az eseményeket, mit írnak a hallgatók. Akkor a szülinapit megbeszéltük, ha én megyek hozzátok, figyeljek, hogy nem maradjak el. Így van, nagy ajándékot hozzád, nagy és kicsi készpénzt. Ha nem megyek, időbe lemondom, mert csengetek. Igen, ugye? Igen, előtte szóljál. Tehát, hogy még én tudjak lemondani. És ha már megvetétek az ajándékot, az küld el, légy szíves, ha beteg lesz a gyerek, és nem tudtok elmenni, ne adj Isten, vagy más programot, akkor ajándékot küld el. Jó. Mikor ti gyerekeitek viszont nem jön hozzám. Mert nálam nem motoszkál folyóorral, izé, kis takus nem kézzel. Az orra. Nem? Kifújjátok otthon? Nem, persze. Nem nálam nincs zsebkendő. Nem fogdos össze nálunk. Mert a kertbe. A kertbe játszanak. Azért van, októberben a születésnapnál, ott lehet még a kertbe játszani. Bal orluk, befog, jobb kifúj. Na nézzük az SMS-eket. Rucik rokonok témakörben kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, de lehet kolléganő, barát, bárki, akivel ugye hát szépen mondom, meg vagytok áldva, és hát mindig tanúbizonyságot tesz arról, hogy a fogához veri a garast. Nagynéni megrendezte nagyapám születésnapját, a teljes családot meghívta az ország több részéről, bérelt termet, minden, majd a buli végeztével kifizettette a teljes rendezvényt a nagyszüleimmel. Tehát a nagynénye rendezte meg a nagyszülőknek, majd kifizettette velük, az milyen? Zseni. Azért a nagy húzás. Zseni. Gyertek, lesz, eszem, iszom. Nagy buli lesz, gyertek, és a végén csengetünk. Volt kolléganom egyik reggel azt mondta, ma kirúgunk a hámból, meghív egy sörre. Munka után vegyespolt előtt forintra kiszámolta az összeget, kezembe nyomta, majd azt mondta, vedd meg ketten, megiszunk egyet. Azóta nem megyek vele sehova, üts Peti. Azért gyerekek, az nagyon kemény. Szörnyű. Az nagyon kemény. Hogy lehet így, csak akkor nem mondd előtte, hogy majd én meghívlak. Nem? Azt meg lehet beszélni, figyelj, együtt elmegyünk, te fizeted a felét, én a másik felét, is jó lesz. Vagy nem egy sörrel, iszunk sört. Srácok, van egy ismerősöm, akihez, ha átmegyünk videójátékozni, mindig kér egy kis pénzt, azért, mert az áramot használtuk. Ne már! Ne. És a csekket neki be kell fizetni. Miért kellett megírnod a szemet? Mennyit szoktál elkérni? Mennyi, egy óra PS mennyi nálatok? 100 forint? 200 forint? Atya Isten, az ismerősöm kölcsönadott a saját testvérének kamatra. Kamatra a saját testvérének. Úristen, milyen történetek vannak. Smucik rokonok, nagyanyám minden alkalommal kifizettette anyámmal a kosztpénzt, ha nála nyaraltunk. Velünk meg ledolgoztatta a rezsit ablakpucolás portörlés néven. Gyönyörű. Ezt cápa küldte nekünk. Azért ezek nagyon kemény történetek. Nagyon kemény történetek. Ő nagymama volt, vagy ki? Nagyanyám minden alkalommal kifizettette anyámmal a kosztpénzt. Saját unokáid ott esznek nálad, érted? Tehát, hogy mit tojásos galuskából többet kell csinálni, és ezt kifizetteted? Jézus, de kemény, nagyon kemény. Nagyon, nagyon. Én mondjuk egy időben, megmondom őszintén, amikor először megkaptam, de hát ez már viszonylag régen volt, tavaly, amikor megkaptam az első mobilomat, én mindig vittem magammal a töltőt. Tehát bárhol beoltam, akkor mindig bedugtam azt ott töltőt. Hogy otthon ne fogjon hát, az áram, ne, vagy hát mi? Hát figyelj, hogy kihasználjam a lehetőséget egy picit. De hát ugye eleinte, hogy praktikusan gondolkodtam, nem is vetett fel annyira a lóvé, gondoltam, hogy érted, akkor már egy kis árammal. Ne. Jani, ne. Kompenzál, de ez nagyon régen volt már. És de, de,
Na mennyi egy mobil feltöltése? 10 forintért töltött fel? És mit csinál, hogy csináltam magammal mindig a töltőt? Mindig sebbe volt a töltő, tehát bejött, bement a izébe. Hello, sziaszt, ezt a konnektor? Konnektor van, már merülök. És ott, de hogy otthon ne. Hogy otthon ne kelljen. Én most hazamegyek. Én elnézést kérek. Most én hazamegyek. De ez már nagyon régen volt. Ez az első mobil, amit tudom, 94-90. És? Hát nem mindegy, ez lehív. Ez semmit, ha ez mondták, múlt században lett, akkor se, ez azt nincs. Mondták, sokat fogyaszt. Érted? Én vittem magammal a töltőt, bárhol öntem, bedugtam. Ne! Dehogy nem. De azért, hogy otthon, mit tudom én, ne használjál áramot, és ezért tehát kvázi vendégtöltöttél mindenhol. Én humán beállítottsága, hogy én nem tudom, hogy mennyit szívnak le ezek a... Vagy akkor nem tudtam, és vittem magammal a töltőt. Rádugtam, azt töltöttem. Értem. De olyan nem volt, hogy vittél magad... Hello, sziasztok, konnektor! De olyan nem volt mindig, hogy vittél magaddal egy zsákot, elkaptad a fényt, bezartad, a sötét szobába kiengedted, hogy hát a világít, és nem... Jézus Mária! És mindig tökig töltött el, óvá mentél haza? Aha. Még kicsit mérges voltál, ha rá kell tenni a töltőre? Egy picit igen. És most mit csinálsz? Ja, most viszek magam egy bögrét, egy teafiltert, és kérek forró vizet. Most mit csinálsz? Viszed tényleg a forró vizet termoszban haza, és 10 töltés, egy fürdés? Vagy most mi van? Nem, most már nem. Most már nem. Atya úristen, vendégtöltés, ez egyébként menő. Mostanában talán csak a ízéket szoktam, a édesítőszereket szoktam, 2-3-at hazavinni. De úgy, azért kell mindig édesítőt venni. Még én soha nem veszek, én is mindig nyúlom, de nem viszem haza. Atya úristen. És a lova csak 10 percet ment, akkor gyorsan bedugtad, hogy bocs, egy töltőtök van. Én nem bocspottam. És dugtad úgy be, hogy tökig voltál, de kicsit rátöltöttél egy biztonsági töltést? Hogy tudtad, hogy hosszú lesz az út a következő rokhoz, és akkor rátöltöttél biztonságilag? Megnézted, hát tökig vagyok, kicsit rátöltöttél. Akkor kisütöttem az aksit, és akkor gyorsan lemerítettem. Nem, akkor kicserélted a másik aksit, és a lemerültet is feltöltötted. Hát akkor vittem tartalék aksit, és azt is feltöltöttem. És azokon a régi telefonokon ugye nem lehetett telefonálni akkor, amikor töltött. Tehát bedugtad, és mondtad, hogy add majd a telefonodat, mert egy fontos hívást el kell. Na jó, hát azt mindenki játszotta. Az nem csak én voltam. Jó, azt én is csinálom. Azt én is csinálom. Jó, azt ideg, érted. Honnál tudom, basszus, lemerült a kártyám. Atya úristen, gyerekek. Azért ez kell. Ennyi év után is. Igen. Egy közszereplőről mesélte, gyere be, Anna, mondd el nyugodtan, ne mondd meg a nevét, hogy ki, én tudom, ismerem ezt a sztorit, de nagyon durva. Unokatáson felhívott, hogy megvenném-e tőlük jó áron a lecserélt ruhásszekrényüket, mert ha nem, kirakják lomtalanításra. Ez milyen? Tehát egyébként érted, kidobom, ezt a sztorit? Nekem nem adom oda, de kidobom. Figyelj, van egy szekrény, egyébként kidobnám. Megveszed? Ez a legjobb. Unokatesó, család! Hát tudod, minek az ellenség, ha ilyenek vannak a családban? Jézus, atya, úristen! Imádom ezt a típust. Kész egy kis kakaslikecset? Nem kész. Akkor kidobom. Akkor kidobom. Jézusom! Feleségem előző pasija elvitte a sófelét a sótartóból, szalvétába csomagolva. Gábor küldte nekünk. Mi kaptunk gyerekruhát 2-3 darabot az egyik rokontól, míg picit nagyok voltak a kislányunkra, így nem is hordtuk. 2 hét múlva megjelent a kedves rokon, hogy meggondolta magát, és vállalnak még egy gyereket, elvinni a ruhákat. Szerintetek vadorzó küldte nekünk. Atya úristen. Neked milyen sztorid van? Van egy közös ismerősünk, hát nyilván nem mondom meg, hogy ki, ismeritek. Közszereplő, igen. Tudom. Kim voltak Tokióba forgatni, és megmondta a stáb, hogy lemennek vacsorázni. Egy elegáns étterem volt, és mondta, hogy oké, én fáradt vagyok, lepihenek, én nem tartok veletek. Jó, jó. Vacsoráztak, és azt látták, hogy a sok kis apró japán rohan föl a szállodába, nézték a recepciót, mi történik, valószínűleg elektromos tűz van, mondták ott nagy izgatottan, majd kopogtak a szobába, és ez a illető ott állt egy merülő forralóval a kezébe, és készételt melegített. Otthoni konzervet. Otthoni konzervet, egy kis fazékba, és készétellel merülő forralózott. Na most ez olyan túlfogyasztás, jelzett egy ilyen high-tech japán szállodába, hogy azt hitték, hogy kigyulladt a szoba. De ő nem ment levacsizni. Atyai, mert hogy feláras volt a vacsorán, vagy nem volt benne. Nem, lehet, hogy csak reggelivel foglalták a szobát. Igen. És melegített egy gyors lőncsúst. Készétel konzervet. És a napi egy annyi lehetett, mint egy fizetés valószínűleg. Atya úristen. Az apámnál smucigabb ember nem létezik. Anyámnál nőttem fel, egyszer adott nekünk egy használt hűtőszekrényt, majd ahányszor nagy ritkán lejött hozzánk, megpaskolta és így szólt. Jól megy a kis hűtő, mi? Ez még nem is lett volna akkora baj, de emiatt kb. Másfél évig nem adott gyerektartást, mert hát a hűtő árát le kellett számolni. Persze hozzá tartozik, hogy ő mindig különösen jól szituált volt, meg csórók. Ezt Viktor küldte nekünk Nagyváradról. Hát igen.
Azért ezek érdekes történetek. És mindig olyan csinálja ezt, akinek egyébként lenne. Igen, nem számítasz tőle. Tehát egyrészt olyan rokoni kapcsolat foka, ugye, hogy nagymama unoka, tehát az unokáitól azért csak nem kéred el az ebédpénzt, vagy az, hogy itt ugye a három lakásos balatoni nyaralós hölgy, aki szintén kiszámlázott mindent. Igen. A testvérem 60 euróért adta el nekem a babakocsit, holott tudta, hogy csak két hónapra van rá szükségem. Mi van, mint borultál ki? Kevés hát a 60 euró? Nem. Kevés? Hát az érted, azért nem tudom, milyen volt ez a babakocsi, de nekem... Azért egy 80-as el lehetett volna ezt. A rohadt életben milyen rokon lesz 60 euró? Miért nem becsültette föl? Aljas, nem? Testvértől így pénzt kérni. Van egy ismerős, akiré például nagyon, nagyon régóta álma volt egy autó, az apjának az autója, ez egy gyönyörű szép kis kocsi, egyébként hozzáteszem egy hasonló típusú, mint amilyen a Ferié, és hát egyszer oda hívta az édesapja, és mondta neki, hogy na, vagy születésnapod van úgyis, akkor hogy hívják, arra gondoltam, hogy olyan szép ott az autó a ház előtt, nagyon régóta nézeket, olyan csinos tetszik, jól láttam, hogy bele, hogy mondom, jó, akkor eladom neked. Én azt vártam, hogy lemoshatod. Én azt vártam, hogy akkor elvisznek egy körre, mert megvettem, tudod. És eladta neki. És ő meg is vette. Na mondjuk ő is hülye. Milyen rokoni kapcsolat volt? De hogy értesek? Mi volt a rokoni kapcsolat? Apa-fia. 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 És a papa mondta, hogy aha, jó van, akkor eladom neked. Igen. És majd a megszólás után megmondom neked, hogy ki volt ez, mert ismered is. Ne! Tudom, hogy ki jön. Igen? Atya úristen. És tényleg, iszonyú régóta nézegette már, imádta azt az autót. Tényleg, jó, egyébként jól is néz ki, meg nagyon, nagyon a faja kis kocsiról van szó, és akkor a fater oda ment, és azt érezte, hogy na tessék, révbe értük, egyszer az életben gálás lesz az apám, és tényleg is odaadja, és köszönöm, és már látta magát benne, hogy hasít. Az volt egyébként gálás volt. Gyerekeket, igen, és akkor jó, akkor eladom neki. Mert nem tendereztette meg, nem az volt, hogy ki mennyit ad érte, hanem ennyit, csak neki ajánlotta föl. Még mielőtt elvitte volna valaki a fia elől. Igen. Ja, nagyon nagy. Ismerősöm a szomszédba jár kúmantani, mert sajnálja a vizet. Azért az is. De várj, mit mondasz, miért mész át? Hello szomszéd, nem iszunk meg szomszéd, egy... iszunk valamit, és amíg ő kitölti a brandit, addig te elmész egy tojáslikör között gyorsan addig ott, igen? Leraksz egy zílbelsőt. Atya vagy azt mondta, hogy nálunk nincs víz. Elment a víz szomszéd, nagyon kell. Jaj. Azért két napon átmész azért, tehát besaporozott hajjal, tudod. Arra úgy leöblíthetném. Igen. Jani, nem hittem volna, hogy meg tudsz lepni a tusolás és az előmosás után. Köszi. Egy nagy smiley-jellel kaptuk SMS-ben. Nem rokom, de jó. Vettünk házat, a KP-ra kifizettük az utolsó fillérig. A fillér költözéskor eljött leszerelni a gázpalackot, mert azt nem fizettük ki. Rizzo küldte nekünk az SMS-t. Volt párom taxizott. A húga megkérte a páromot, hogy vigye el a lányát suliba, a párom elindította a taxióra. Jézus, Atya úristen. Ez a szakmája, nem? Hogy... Atya úristen. Ez a... Érted. Ez a szakmája, igen. Na jó, hát gyerekek, hajnalig tudnánk a smucik rokonos SMS-eket olvasni. Ezért ez kemény. Ezért ez kemény. Az én esetem nagyon nem, régen nem, volt nem, már. Nem, Jani, nem, nagyon nem, régen nincs, volt. Bár mindegy, már mit mondasz. 20 éve történt. Na. Mindegy. Igen, vannak dolgok, amire nincs mentség. Ez olyan, mint az orrszőr. Tehát nincs, az orrszőre sincs mentség. Erre se. Mutyi töltő, vagy hogy hívjuk? A mutyi töltő, igen. De nem, igazából nem volt mutyi, mert én tök nyíltan. És egyenesen, mindenki látta, mindenki tudta, ott volt nálam a töltő, érted, jó napot kívánok. Hello, sziasztok, konnektor, merre van még mielőtt bármilyen is belekezdeni, és már toltam. Hajnalig tudnánk SMS-eket olvasni, és mucik rokonok elképesztő, hogy mik vannak tényleg. Tehát aki azt nézi, hogy a gyerek hány gombócot eszik, amikor átjönnek vendégségbe, és a szülő rászól a gyerekre, hogy kisfiam, egyél még két gombócot, és mondja a gyerek, hogy ettél már hármat, mire a rokon megszól, hogy volt az öt is. Számoltam. És megszámolta. Ez itt a Best of Morning Show. Megérkezett hozzánk, ami drága állatbefogunk, sünvadászunk, aligátorteknős elkapunk, ékszerteknős megfogunk, a gyilkos krokodilok levadászója, az aligátorteknősök befogója, a magyar háziasszonyok szentje, az eltűnt állatok megkeresője, befogója, itt van velünk Bodzoli, álló Zoli, jó reggelt! Gyerekek, ez az Oli egy rendes ember. Három hete kampányolok egy sünért, erre a 9 óra után megérkezett, és elhozta azt, amit nekem ma oda kell adnom a gyerekemnek. A sünt. Igen, itt van a kezembe. Olyan helyes vagy. Afrikai törpe süni. És látod, még afrikai is. És vagy albino is. Vagy albino, ugye? Vagy dühkóros, mert vérben úszik mindkét szeme. Látta a Beni? Ő még nem látta. Beni! Ide gyere apáthoz! Jaj, leesett a sün. Ez jó, hogy nem látta a gyerek, hogy a sün egy olyan 1 méter zuhan. Kiugrott a kezemből. Szegény. Hol a Beni?
De ne hagyja a sáskát, gyere kicsit rá van rólam. Nem, hogy utána összefogjuk az is. Igen, csak a skorpiókkal játszik. Benny, gyere, Manu, mutatok valamit. Csak mondom az előbb az óriás pókkal a kezébe. Igen, Benny, nem hiszed, a gyerek, ne haragudj ezért, Zoli, kiintotta a sáskákat, a sáskák elszabadultak, elugráltak, most megfogott kettőt, és nem akar bejönni, mert ő sáskára van rágyógyulva, de nem tudja, itt van mentén sűrni, most kettő a dobozban, hány sáskát hoztál? Hármat. Azt hiszem, vagy négyet, ötöt, nem tudom pontosan. Nagyon jó, fia, sáskát is oda tudod adni a Benninek? Hát most már tietek is itt van az összes. Ezek milyen sáskák? Afrika óriás sáskák. Nagyon jó. Jó, ebből a szögből nem látjátok, hogy több doboz is nyitva. Oda néz, Manu! Vigyeld! Na? Mi ez? Gyere, itt a Simike, gyere! Na, mit szólt? Tehát ki a kezedet, Benni? Figyeld! Nem harap, simogasd meg, oda tudod tenni az orrához, és tudod, akkorát harapnám. Mit szólsz, Manu? Tudod, hogy hívják őt? Tudod, hogy ő Ludmilla. Ő egy nőstény kis süni, afrikai süni, és nagyon szelid, és ő most azért jött, hogy hazamenjen veled. Na, mit szólsz, Manu? És ott fog látni nálatok, igen. Betegyük a kalitkába? Igen. Jó, ebbe viszitek haza. És az Zoli mondta, de hogy ez... Nem, inkább ezt visszaadom, ez nekem nem... És a sáskák már most is kell elérni. Igen. Jó üzleti érzékem. Na gyere, tegyük a kezedbe ezt a sűrűt. Fogja, jó? Manu. Nyugodtan megfoghatod, nyugodtan meg. Próbáld megfogni, jó? Figyelj, Manu. Barátságos. Tessék? Mondja? Hát Manukám, te szerettél volna sünnit, igen, hát az ilyen, tehát, hogy a hóleopárd az nem szúr, de te sünnit szerettél volna. Igen. Viszont elviszi a mamát. Viszont apádra rá fog marni majd ott a dzsungelbe. Nem harap. Nem harap. Nem, de hogy harap, te tudod, te úgy, nézd meg. Na milyen aranyos? Ott van nálad, látod? Kicsit szúr. Hát kicsit szúr. Tüskéje van a süninek, azért van tüskéje. Figyelj, Manu. Figyelj, büdös, nem mondj már ilyet a gyereken. Hogy lenne, hogy büdös egy csúny. Hogy lenne büdös, hát a sűnik. Egzotikus illata van. Na mit szólsz, Manu, tetszik? De cuki. Tegyük bele. Figyelj, Manu, és ez a te sűnid. Ez a te sűnid lesz. Hol fog lakni? Hm? Hova viszed majd? A lakásba. Jó, igen. Látod, milyen okos? 5 éves. Hát tegyük. Érte, hol lak? Na lakásba. Hol lak, te de hülye vagy, fatár, a lakásba. Betegyük a ketrezbe, Manu? Várjál, van neki egy ilyen alvó rondja, azt is betesszük. Ez még gyerekkorából van. Ez a, igen, hát ez a, tudod, az unja, az a kis pelenka, amit szoktak szorongatni, kisüni kis. Jól nézd meg, mert apádat nem fogod látni 6 hétig. Cserébe viszont őt, igen. Jó, adunk neki nevet, Manu, hogy hívjuk, majd mi legyen a neve? Ludmilla, nehogy átkerül. Micsoda? Mi legyen? Sáskafej. Tökéletes, éves sűninek, gyerekek. De ugyes vagy, Benni. Nagyon jó. Oda nézd, Manu, ott van egy másik valami. Az micsoda? Ez Zoli, az mi? Egy párduc kaméleon. Na most ilyen gyerekek, ez piros, fehér, zöld. Ez, nem, piros, ez rendes, ez nemzeti kaméleon. Még 4-5 dolgot elővesz, egy állatkert lesz nálatok. Na mit szólsz, Manu? Aha. Változtatja a színét. Azért van nyitva a szája, igen, mert egy kicsit meg van most ijedve, amúgy nagyon szelid, ő is nagyon békés. Jó, bocs, hát, hogy a gyerekem diktál neked, 5 éves, nem tudom, nem tudom oda letenni. Jó, gyere, leteszem akkor. Csak mondom, hogy a sáska közben kint van. Jaj, aha, egy picit tedd vissza, hogy... Várjál, óvatosan így, mert megijed. Figyelj, megijed, Feri, mert ez nálad már kedden, hogy itt fél tőled. Ráraboljon valamelyikünk szemére. Na, hogy tetszik neked? Hogy tetszik? Segítesz fogni nekem az ágat? Ez mi, ez egy színváltoztatós kaméleon? Vagy figyelj, tudod, sokkal jobban tudok. Fogod az ágat, én ráteszem a kis kezemre, mert most egy kicsit ideges, mert elővettem a dobozba, meg szegény... Meg Laci belerugott a dobozba. Hát igen, a szekrestől Laci belerugott a dobozba, azt hitt, hogy üres doboz, szegény. Mozog a takaró, igen, ilyen takarót kell rátenni a sünire, ebbe alszik, jó, Manu? Te Zoli, a sáska, az megeszi a sünt, vagy a sün a sáska? Nem, a süni megeszi a sáskát, jó, meg csak a kapja, jaj, opsz. Szegény állatok. Benni, addig jó, amíg mozog az a takaró, jó? Amikor nem mozog, nagyon gyorsan szóljál majd a mamának, jó? Benni, melyik tetszik jobban, a kaméleon? Mit viszel? Melyiket tudjuk haza, Manu? Őt visszük haza? Sünit vigyük haza? Ha őt viszitek haza, őt visszük haza. Mi van, hozzád költözik a Benni erre a 6 hétre? Hát most már... Vagy te jössz hozzá, Zoli. Figyelj, Manu. De a szobádba vagy hova akarod rakni? Mi hol tartsuk? A lent vagy? A szobádba te? Igen? Jól van. Mi a széfkódja, Benni? Jön neki, hogy ilyen vagy, Jani, nyugodtan. De tudod, mit teszik a süni? Tudod, mit fogsz neki enni adni? Mit adsz neki enni, Manu? Azt a sáskát, ami a zsebében van. Mit adjunk neki enni? Mit szerezzünk neki ma? Na most már elszoktak a sáskák itt a stúdióba, úgyhogy azokat nem tudja hazavinni. Egyék meg a sáskákat. Ó. Ne legyél ilyen. Adjunk neki almát. Manu? Veszünk neki almát? Jó. Figyelj, mennyit bír egy... Óriás csimadugó volt. Igen, ez jó. Óriás csimadugó. Figyelj, mit teszik egy ilyen sünni, Zoli? Mit adjunk majd neki? Hát tényleg kutyatápot? Igen, főleg jó minőségű kutyatápokat. Tényleg ezeket a prémium minőségű kutyatápokat szeretik. Illetve ritkán adhatok neki gyümölcsöt is. Meg hát ugye, mivel a sünni ragadozó, főleg lárvákat teszik, tehát ezek a gyászbogállárvák, sáskák.
Hát az, azokat is lehet neki adni, meg hát friss víz mindig legyen előtte. Szerencsé, hogy ez a vízre hárul ezek az érzik se. Gyászbogának hívják őket, már tudjuk a sorsukat. Igen. Mondjad, Manu, mit látsz? Mozog. Ez, hogy mozog, hát... Most még igen, egy hét múlva már nem fog. Na, van belőle több? Nekem. Van belőle több? Van nekem több, igen, van nekem több süni. Jó, csak azért a pótolni kell, ugyanekkora méretben is van? Ez természetes szín vagy hipó? Rosszul lett kimosva, nem kimosta, aztán nem, ő igazából albínó. Albino süni, nagyon-nagyon jó fej, tehát ő tényleg szereti is az embereket, mert itt szoktam vinni több rendezvényre, és általában bírja, elég jó bírja, tehát 6-7 órát simogatják, tudod, az süninél, tehát 6-7 órát én nem bírom. Én belepusztul. Igen, tehát ő elég jó bírja, és azért is mertem így behozni, mert tudtam, hogy ő aztán... Tehát nagyon nagy dolognak kell ahhoz történnie. Bocsánat, gyerekem, sem igaz. Nagyon nagy dolognak kell ahhoz történnie, hogy ezt valamit csináljon. Figyelj, Manu, beszéljük meg, hogy mi legyen a neve. Fontos, mert most kell neki nevet adni, mert utána délután már arra hallgat, ha elmegy. Hm? Milyen nevet adjunk neki, vagy mi legyen a neve? Sáska? Apasün. Apasün? Apasün legyen. Mondjad, mondjad. Sugyen? Semmit nem mondok. Semmit nem mondasz. Jól van, kicsim, figyelj. Ez van neve már amúgy. De mi? Ludmilla? Ludmilla a neve. De hogy lehet, hogy sűnnek Ludmilla? Ah, neve? Pont rácsukta a dobozt. Te adtad, Zoli? Gyerek a... Én. Bocs, Zoli, a gyerek megint kigyírt egy sáskát. Már kettő. Nagyon nagy. Jézus. Igen, óvatosan. Gyerekek, kicsit szétfolyunk, de meg vagyunk. Feri, ezeket egyébként te tanulmányozd, mert hogy ezekből te fogsz ott kint kaját nagyon csinálni. Nagyon finom, csak mondom. Én már ettem. Tegnap ettem, tehát megkóstoltam nagyon én is. Nagyon finom, ez úgy rendezvényen, működik. Úgy működik a dolog. Pontosan ezen a rendezvényen megkóstoltam én is soha az életemben. Bedobod a fagyasztóba, akkor ő elkábul, és már mehet is a forró a kis fűszerre. Akkor már mindenkinek van játéka. A gyerek sünizik, az Oli kameleonozik. Feri, a sáskák elkészítésére. Szerintem itt a stúdióban is kameleonozni fognak, meg a maradék sáskákat kergetni, amíg nem vagytok itt. Kettő van valahol. A kameleon az egyszerűen lenyűgöző. Ő nagyon szép, tehát ő tényleg a büszkeségem, tehát ő egy himpárdusz kameleon, és ő tényleg gyönyörű, tehát az egyszerűen, tehát a természet remek műve, ez a párdusz kameleon, nagyon, nekem nagyon-nagyon kedvencem. És mire változik a színe? Hova kell tenni? Tehát csíkos háttér előtt, de csíkos... Hát azért annyira nem, de tudja, tehát ez főleg ugye az idegállapotától is, tehát hogyha ideges, akkor egy kicsit élénkebb színei vannak. Aha. Tehát este, amikor elalszik, akkor azért kivilágosodik teljesen. Egy 20 centiről ki tudna enni a számból egy szem zabot? Hát körülbelül igen, próbáljuk ki, vedd be a sáskát a számból, próbáljuk ki. A nagyokat le is vadásznál? Azokat eszi, 3-4 darabot naponta. Figyelj, Zoli, tök komolyan, ez most örökbe mondhatom a gyereknek, odaadod? Igen, mert ezért mondja, kérdezd meg, kérdezd. Igen, a gyerek elvitte a kedvencet, csak hát mondom. Most már igen, ha most visszakérdezik, ez nehéz lesz. Vegyétek el, kezdve le fogja amúgy is. Amúgy is. Na, figyelj, most egy pillanatra váltsunk komolyra. Lehet ott tényleg mit a fekete özvegyre számítani? Ugye kaptunk a hallgatóinktól, ami drága hallgatóink, küldtek nekünk levelet, és mindenki leírta, hogy az első az, hogy cipő megkopogtat, sarok ki, stb. Ez alap? Főleg a skorpiók miatt. Tehát főleg a skorpiók miatt. Mert hogy mi lesz, hogy kinalszunk majd a dzsungelbe, amikor ugye mások ott forgatunk reggel. Szeretettel másznak bele az cipőkbe, mindenféle csomagokba, ruhák közé belebújkálnak, főleg éjszaka mászkálnak, tehát azért azt mindenféleképpen, tehát hálózsákok meg ilyeneket azért át kell nézni. Hát ugye, hát a Pákó megmondta, hogy mire számíthattok. A gyerekek, hát, nem tudok. Pákó megmondta, mondom, hogy mire számíthattok. Mit mondta Pákó? Mindent fogtok hallani. Azt ennyi. És ha valaki tudja, akkor az ő. Igen, tehát ő ebben mester, úgyhogy ha onnan jött, úgyhogy, tehát ő tudja. Hát igazándiból azért pár mérges kígyó lesz ott kint. De hát mondjuk... pár másodpercesek is vannak, de úgyhogy azért nem kell aggódni. Tehát nincs nagyon időnk átmenni a másikhoz szólni. Nem lesz semmiféle fájdalom. Egy fekete özvegy után mennyi idő van? Tehát azt mondom a Janinak, hogy hát az ember szervezeti... Adj egy kis fenisztírt, megcsipet! Van még időm elmondani, hogy adjon fenisztírt. Jók szem, tabasz, nem nagyon, a hang se írod, szerintem, mire megmerevedsz. Ennyi, tényleg? Hát mondjuk feketőzegy ott nem fogtok találkozni, de vannak durva pókok is, meg skorpiók is kint. Azért arra tényleg vigyázzatok. Meg az éhező bunyos pityú. Hát ez meg a másik, hogy ő 3 nap után ette a rizsot. Nézd a kamélon, még őnek is van véleménye. Figyelj, megy a mikrofonhoz, kiszúrta a mikrofont. Figyelj, gyerekek, egy piros, zöld, gyönyörű szép kamélon üldögél egy fágon. Zoli egyébként 20 perce mozdulatlanul tart a kezében, nem is értem. A kamélon elindult a Zolihoz, közben forgatja a szemét, és át tud menni sárgába, át tud menni zöldbe. Hát azért zöldbe igen, át tud menni, azért citromsárgába nem annyira tud átmenni, de hát szerintem így is teljesen. Tehát ezek a párduszkamélonok a legélénkebb színű kamélonok, és a leggyönyörűbb, mondjuk, hogy Madagaszkáron él.
de hát ez egyszerűen tényleg gyönyörű. Tehát ő rá vagyok a legbüszkébb, tehát nekem több kameleonom van, hál' Istennek most volt egy sikeres párzás is, tehát ő... Jaj, de jó! Igen? Ez nagyon... De beszéljünk újra a kameleonról. Nem nekem! Hagyjuk, Zoli! Hát mi annak örülszünk ennyire? Százszor elmondtam már, hogy adásban, hogy hagyjuk a magánéletedet. Oké, jó, büszke vagy meg minden, tényleg mi is örülünk veled együtt, hiszen... Van lelkünk. Jó, mi van? Kígyó, pók, mi van még ott? Pók, valami? De inkább skorpiótól félnék én a helyetekbe, igen. Aha. Skorpiótól félnék én a helyetekbe, tehát az ott lesz bőven éjszakai vendég, úgyhogy kaptok majd rendesen ott, én szerintem. Na jó, van, gyerekek, csak az íze véget, nem? Abban van a vitamin. Persze. Abban van a vitamin. Ha Pákot hívjátok fel, azt elmond mindent. Az biztos, aha. Ezt már egyszer megpróbáltuk. Pákot mindent el fog mondani. Ha nem érzitek, lefordítom. Neki minden állat a kalamagó. Ő azt se tudja, hol van, segítse, akkor ha kivisszük. Jó, figyelj, akkor a sinit megtartjuk, vigyázunk rá. Jó, este rongyot rátenni, akkor a bajban. Nem, a rongy az benne marad, alul is benne lesz. Benne az alomban, és akkor abban, hogy beletúrja magát. Így van, egy kis macskalom, mert ugye szobatiszta, tehát rámegy az alomba. Szobatiszta teknős. A sűrűn szobatiszta. Így van. Tehát én kiengedem a szobába, ő visszamegy pisilni, hát akkor azért nem, tehát főleg azért ismerkedni kell ugye az új környezettel, tehát első pár nap azért ismerkedniük kell, aha, a Benivel, de rá fog menni a macskalomra, és ugye ott végzi a dolgát. Tehát kell a macskalom. Van macskátok? Tehát szeretek egy macskát. Macskalom. Csak a kutyakaja, meg ilyen sáskák. Igen, de a jobb minőségű, tehát tényleg jó minőségű. Jó minőségű. Mi még válogat is? Hát persze. Hát figyelj, örülök. Hát milyen sznob ez a kis... A törpesű is 21%-os áfás. Micsoda? És kutyakáján kívül adhatunk neki almát? Meg igen, ilyeneket? Gyümölcsöket, valamelyiket megeszi, valamikor megeszi, hát azért ő almában azért, meg mindenféle gyümölcsökben válogat. Jaj! Vigyázz óvatosan! Gyere, Manu, mutatok egy pókot közben! Gyere, itt a... Láttad a pókot? Látom! Látod? Ez milyen pók? Egy madárpók. Egy madárpók. Tök jó, na ezt rázta a Beni. Vigyázzam. Óvatosan, mert... Láttad a pókot, Manu? Nehogy lehúzz az ágról. Figyelj, ez csíp ez a pók, vagy ez mar? Hát igen, hát azért ugye madárpók az veszélyes. Micsoda? Mar. Mar? Hát akkor ezt letesszük, ezt nem adjuk. Jaj, hogy hívják ezt a kis állatot? Tájunk. Kitől kaptad, Manu? Kitől kaptad? Tőled. Bocsánat. Istenem, de jó apa vagy. És mire ezt betanítottam hát, neki? Ez hihetetlen. Tudod, mennyi gyakoroltuk ezt a mondatot? Adj! Egy plüstig. Na, kitalkattak? Mamától. Nem! Holnap adásban vagyunk, élts már meg! Tőlem kaptad! Ugye milyen hülye? Ugye, hogy hülye? Igen! Igen, egy hülye pöcs! Napa is megmondta egy igazi pöcs! És ez nem volt előre megbeszélve. Ezt szokta este mondani apa otthon? Csak mondom, ő is adott nekem egyet, ugye? Töki, adtál te is nekem egyet, adott egyet, amiből a... Oké. Okay. Jó, hát. Hogy ebből én bújok ki, elmondta, és amit ő adott, ha nagyon hiányzom neki, akkor majd ő kibújik az én állatomból, amit nekem el kell vinnem magammal. És ha hiányzik, akkor ő majd kibújik a kis paciból, amit adott nekem. Tehát állatot cserélt. Azt még nem tudom, hogy hogy oldom meg. Csak a kertészed ne bújjon ki a kezes lábasából, ami nem vagy ott, ugye? Nem örülnék neki, ha ott találnám mesterül a mosogatógép szerint. Na jó van, Zoli, nagyon drága vagy, hogy ennyi mindent hoztál. Figyelj, tedd le nyugodtan, mert neked leszakad a karod, jó? És de gyönyörű. Ha bármilyen tünetet látunk, csípés, lefotózzuk, küldjük, persze, és akkor mondod, hogy én mi meg tovább küldöm a Pákonak, és megbeszéljük. Persze, megbeszéljük a Pákonak, persze, megbeszéljük. Hát a fölvesz a telefont, tehát van olyan, mikor nem találja, úgyhogy... Figyelj, nagyon fontos, egy utolsó kérdés, hogyha ez a süni megmurdál, véletlenül, na, ne de beszéljünk ki ugyanilyen, ilyen, okay, ez van-e egy ugyanilyen? Ludmilla 2. Nem hagyhatom ott a gyereket 6 hétig, úgyhogy egy hét után. Ez a süni... Ez a süni egy éves, ez nagyon jól működik, nagyon jól viselkedik, tényleg. Igen? Eszik, iszik, ennek nem szabad. Rápróbáltunk sörétessel. Nem. Ugye te is mondjátok. Mi ez nem. Egy Patek Filipe, hogy jól működik, ez egy nem, állat. De azt mondom, hogy ez teljesen egészséges, aha, eszik, iszik, úgyhogy ez nagyon, nagyon szívós állat. Jól van. Jó. Na, de azért ne hűtsétek le, ugye afrikai törpesűről beszélünk. Semmi baj, akkor 10 percet kezd a mikróba délután, este megy a fagyasztóba. Szóljon. Nem, vigyázzunk rá. De ahogy is, a Benny imádni fogja, vigyázz rá. Viki lesz vele, anyósom lesz vele, vigyázzunk rá. Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, nagyon köszönjük. Köszönöm szépen. Jó? Vigyázz magadra. Ha itt történés van, akkor ugyanúgy nekünk e-mail, hívunk, mészvadászni, tehát hogy mi magyar hírekkel foglalkozunk. És... Vagy hát ti bajba kerültek, hívjatok, az kiugrok, hát pikpak, azt hiszem, elintézzük. Hát most nálam van egy Bianco repjegy neked, ha bármi van, azon hozd a szérumot. Zoli és Pákó, mekkora csoda csapat le, lők itt kijönni. A Szilágyi helyett a Pákó. Na, mi hozzátok a Szilágyi is jó lenne. Ez itt a Best of Morning Show.
hogyan tudnám a békát rábeszélni arra, hogy elmenjünk egy swinger klubba? Aha. Ennyire egyszerű a dolog, ráadásul ez már érő. Tetszik ez a fajta témaváltás. Figyeljetek, az van, hogy most az utolsó bizonyítékot most kaptam meg, hogy ezt ki kell próbálni. Itt van swingerségben Stingék a menők, ezt írja az egyik szaklap, hogy 22 éve házasok, és ugyanolyan tűz ég bennük, ugyanúgy jól érzik magukat. És a Sting tud valamit, vagy Sting. Ők vállalnak beöltözéses bulit is, tantrikus szexet. Ez és most egy hirdetés? Hát nem tudom, hogy ez... Stinges felesége partnert keres, jelige náci egyenruha. Hát azt nem tudom, hogy azt csinálják-e. De hogy mi ebbe, mi lehet ebben a jó? Hogy van az, hogy egyik párnak segít, és ők tök jó érzik magukat, a másik meg azt mondja, hogy ha elmennek egy ilyenbe, akkor annak vagy válása vége, vagy soha többet nem akarnak menni. Ez egyetlen dolog a jó, hogy van egy nagyon masszív alibit. Érted? Mire? Hát arra, érted. Ha az asszony is ott van, akkor minden belefér. Ja, hogy akkor ő engedi. Persze, hát ő is ott volt. Az nagyon jó kapcsolat, ahol ezt meg tudják ugrani a párok, hogy elmennek egy ilyenre, vagy pedig tényleg baj van a kapcsolattal, és keresel valami kibúvót, de ahogy Jani mondja, hát én nem hiszem, hogy itt lenne egyetemes igazság. Tehát itt nincs egyfajta recept, ami alapján valaki működteti a kapcsolatát. Tehát, hogy amíg olyat csinálsz, ami mindkét embernek jó, addig nem tudod kimondani, hogy mit lehet és mit nem. Tehát ez nem olyan, mint a kressz, vagy nem olyan, mint egy nyelvvizsga, ahol kell egy adott pont, megcsinál, nem csinál, meg hülye vagy, menj egy, gyere vissza, aztán tanuljál még. Tehát ezt nem lehet kategorizálni, hogy ez jó vagy nem, vagy ők csinálják-e jól. Hát azért, ha 22 éve működik a házas életük, ráadásul kívánják egymást, azért nagy csoda 22 év után. Mm-hmm. Hát azért az, gyerekek, abban van meló, nem? Hát lehet, hogy pont ez a titok. Tehát, hogy lehet, hogy pont ez a titok. Elmennél? Hát azon gondolkoztam, hogy hogyan kéne ezt a békának beadni, hogy akkor mit hozz azt a cikket. Ezt, hogy nézd meg a Stingéket, béka, a kutyafáját, hát milyen jó megy nekik ez a dolog. Majd kösd be a szemét és úgy vidd el. De mi van? Meglepetés. Mostanában sokat fáj a fejem? Vagy befordul? Neki nem fáj, nem olyan. Azt mondom, csak gondoltam, hogy így csavarunk egyet a sztorin. De például meg, ha én bemennék, mondjuk te ott vagy, Jani. Igen? Egy ilyen swinger. Ott vagyunk mindhárman. Ne tegyél már. Legalább egy rádióműsorban hadd legyek ott, léci. Legalább a fejetekben hadd legyek ott. Ott vagyunk ott, ketten is szóba kerül Balázs. Még a fejetekben se lehetek ott a swinger klubban. Mi jut nekem, gyerekek? Mi jut nekem? Hogy úgy kerül szóba, hogy megígérte, hogy ő is jön, de hát nem. Jó, akkor ti már ott vagytok. Ti gyakorlatilag swingeresek vagytok. Ott ültök? Igen. Igen. Pont, nem tudom, vacsora idő, vagy van vacsora egy ilyen? Nincs. Hát esznek egymásról ezt azt. Ja, ezt azt. Már ugye a párjaitok azok eltűntek valami szobában, mert az állítólag így működik, hogy ha rábólint az ember a másikra, akkor ők el tudnak tűnni, viszont neked ugye nem kell engedélyt adni az asszonynak. De és te is alig várod már, hogy rád bólintsanak. Igen, hogy valaki bólintson rám is. Gyere, Ferikém, hátul van egy kis mulatos. Ti ott ültök. Akarod lesz egy Krisztán. Szólíthatsz Krisztán. Ott ültök ti, és megérkezem én, és hanyag eleganciával ledobom a szettet. Zseniális, hogy hárman beszélünk valami olyanról, ahol egyikünk sem volt. Tehát próbáljuk kitalálni, hogy ez miért. A Garami azért már sokat beszélt erről adásban és adáson kívül is. Tehát Jani ott ül a kis topozoknyában, erre gondolsz? Már rajta nincsen. Nincs már rajta. Ott ül a kis micimackos boxer alsójában. Vagy a fecskében, mert ő nem hord boxer alsót. De fecskés vagy. Te ülsz a micimackos boxer alsódban. Én ülök a kis micimackos boxer alsóban, és mit csinálunk? És dumáltok egyelőre. Ekkor megérkezem én szintén a kis alsómban. Igen. Neked lesz még kedved bármihez, ha engem meglátsz. Hát miután te ledobod, ahogy hívják ott, a kis izédet, török közödet, hogy nem tudom, mibe jössz, akkor hát nem tudom. Én érkezem utoljára? Vagy ti már ott vagytok, és én aztán megjövök? Vagy hogy van ez? Ti már ott vidáman diskuráltok? Hát és érkezem? Jöjjek utoljára? Igen, te jössz utoljára. Jó, megjövök utoljára. Igen, megfordítod a török közödet. Mi már ott vagyunk. Itt vagyok. Igen, és azt mondom, Feri, öltöz föl, itt mások esznek. Na, hogy mi van akkor? Kapjál magadra valamit, ember! Lát, hogy ez a swingerkedés az elfogadásról szól, hogy amikor én jövök, akkor te nem fordítod el a fejed, és azt mondod, hogy úristen, hogy engedték be ezt a drabálálatot? Hát mindenképpen. Én nem hiszem ott, hogy egymást kellene elfogadnunk, vagy hát a legkevésbé azért arra nem, nem, a tényt kéne elfogadni, hogy adott esetben mondjuk a Feri, vagy mondjuk én foglalkozunk, te ne érd el. Ezt a tényt kell. Foglalkozunk. Ezt a tényt kell elfogadnod. Beszélünk nem erről. Egymás jelenlétet, hanem azt mondja, nem a Ferinek a testét kell elfogadnom. Nem a Feri teste miatt megyek oda.
Ez kicsit fájt, mondjuk most, most ez a mondat, de jó, túl lendülünk rajta. És a Sting azt mondta, hogy ő elviszi a kis feleségét, és nagyokat swingerel. És rendszeresen járnak, és ráadásul nem is oda ilyen zárt. Odajönnek, elköszönnek, az két óra múlva találkoznak. Hát úgy lehet. És ezt hogy kell elképzelni? Sting leül egy gitáron a sarokba. Na igen. Gélésmen, én egy finom, hogy gitározik, miközben a feleség meg brutálisan kapja valahol. Ő brutálisan. Vagy ők ketten együtt találják meg a boldogságot. Szerintem itt ez egyébként ez inkább erről szól, hogy Sting így kiélheti az összes vágyát, meg azt mondta, hogy abban a házasságban már nem kap meg, mert valószínűleg arról lett szó, hogy ők emberileg nagyon-nagyon jól össze vannak egymással gyógyulva már hosszú évek alatt, érte, megszerették, összecsiszolódtak, stb., de talán a szexualitás már nem működik úgy, mint régen. Telefonáljon be valaki, aki volt ilyen klubban, és elmondhatja rádió... Trudy vagy Sting. Rádió barát verzióban, hogy ez egyébként hogy működik? Nyilván a lelkiségére vagyunk kíváncsiak elsősorban, nem? Tehát bennünket az érdekel, hogy ez a dolog, ez hogy megy. Nagyon sok mindent hallok arról, hogy ez hogy működik, mert hogy voltak ismerősök, meg, akik mesélnek, tehát hogy nem ész, egészen kultúrák formában eszel, iszol, és megvan maga a szabály, a házszabály, hogy ott mit kell csinálnod, mibe lehetsz, mibe nem lehetsz. Kaja is van. Tessék? Kaja is vannak olyan helyek, ahol van kaja. Azt hittem, hogy csak mártogató. Igen. Nem hazavitelre és nem csomagolásra, János, most mondom. Tehát, hogy nem szeretnélek meglátni ebben a swinger klubban, hogy hát ezt a kis majonézes tojás még berakom. Tehát nem elviterre van, nem nejlózacskó van, de képzeld, hogy van kaja. Tehát, hogy ott a mész is rendesen normál körülmények között, nem mesztelenül egyébként állítólag. Ott még nem vagyunk mesztelenek? Nem, hát van rajtad egy ilyen kis római köntös. Egy ilyen kis... Hát akkor nem látjuk a római köntös. Egy ilyen kis... Hát nem kell azt látnod. Hát elvonultok, és ott majd meglátod, hogy mit vettem. Aha. Tehát, hogy és akkor te állsz a Vikivel, én a békával. A sonkáspult mellett, mi ajánlunk? Mi sonkázgatunk, beszélgetünk. Jó levet iszunk? Beszélgetünk. A béka elmegy valakivel, és egyszer csak én odalépek így a Vikihez, és azt mondom, hogy hello baby. Feri, mit csinálsz, Feri? Nincs még reggel 9, nincs még reggel 6, te mi az Isten csinálsz? De megvan a mondjuk, mi találkoznánk. Hát ez erről szól. Szia, Viki, átnézzük az adás menetet. Átjálazzuk az adás menetet. Hát ez erről ez szól. Egy hülye szituáció. De hogy hülye? Hát azért hát vesz oda, hogy kiéld azon vágyaidat, mint hogy azért. Amikről nekünk mindig mesélsz, amikor Balázs nincs itt. Nem semmi nem hülye. Semmi nem hülye, ami arról szól, hogy több ember egymás örömére ebbe benne van, közösen igen mond. Tehát a hülye az akkor hülye, ha valaki kárára teszel valamit. Ebben a szituációban. Tehát valaki nincs benne, ellenkezik, nem szeretné, nem akarja. Hát ha ez ott mindenki egységes beleegyezésével történik, akkor ez nem egy hülye szituáció. Maximum egy kicsit zavarban vagy, iszol két pálinkát, és utána vizes törölközet csapkodjuk egymás fenekét, és kivezetnek bennünket a swinger klubban. Azt mondják, hogy nem viselkedünk normálisan ebben a swinger klubban. Én el tudom képzelni, hogy éjjel-fél egykor három pálinka után üldözlek téged egy vizes törölközet. És törlőszemekkel dobáljuk egymást. Miközben neked... a János baromira pakol a svéd asztalról. Igen. Elnézést, örök úr, ezek a szendvicsekét megmaradtak? Nem. Patizsákrémes, nagyon nem szeretem. Nem baj, hogy a tormásokat egy kecsegből kipakolom a tormát. Én benga vagyok. Tehát mi azért ebben a formában máshogy értelmeznénk. De hát nyilván iszol egyet, és levetkőzöd a gátlásodat. Neked engedélyt kell adni arra, hogy a Vikivel valaki elvonuljon? Vagy nekem engedélyt kell adnom a békának, hogyha a béka összekacsint egy jó képességűvel, és azt mondja, hogy mi most akkor elmegyünk egy szobába ketten. Én mondhatom azt, hogy nem. Hát szerintem... Mondhatod, csak nagyon megver. Tehát, hogy ez egész arról szól, hogy te ott nem mondhatsz nemet. Nem, miért? Hogy nem mondhatnál? Hát persze, hogy mondhatsz, hát ha te... Arról, hát ha én a kis hónom alá csaplak. Tessék? Hát a feleséget nem, hát úgy történik a dolog, gondolom én, vagy amit én hallottam elbeszélés alapján, a ismerősök, akik mesélték, hogy például ti vagytok együtt. Aha. Vannak olyan emberek, akiket csak az izgat, hogy mások nézik. Tehát te lehetsz úgy a békával, hogy senki nem jön oda. Csak nézik. Senki nem jön. Ha vannak aztán állítólag ilyen kimondott, ki nem mondott jelek. Aha. Tehát például, ha valaki odalép és megfogja a válladat, megfogja a béka vállát, akkor az azt jelenti, hogy az illető szeretné, mert tetszik neki az, amit lát. De most nyilván nagyon konyha nyelven fogalmazom. Megfordulsz, lenézés, azt mondod, hogy értem. Ave, hallod, gyere, csap bele mindent. Mindent értem. Tehát, hogy ez nincs az, hogy a valaki tehát együtt vagy a béka, valaki oda megy, arrébb lök, érted, vállal, és akkor most tévök. Tehát nem erről szól ez. Arról szól, hogy vannak jelek.
Tehát van egy ki nem mondott, vagy egy kimondott jelrendszer, és akkor ő megérinti a vállalatot, ami azt jelenti, hogy ő szeretne. És akkor te mondasz el, hogy igen, elengeded, megfogod, visszajelzed. Tehát azért ez... Vagy csak titeket fotóznak, és küldik a Blikkel. Nézd meg, kit láttam. Nézd már, ki van ott, hát csinálok róla egy fotót gyorsan. 10 000 eladom a Blikknek, ahogy gyömöszölöd a békát. Tehát, hogy... Hát ez csak egy ilyen rendes társaság azért, nem, aki ilyenbe jár, hát most ott nem fognak fölnyomni. De komolyan érdeklődsz, én úgy hallom, hogy azért benned van komoly érdeklődés. Ja. Figyelj, ismert emberként szerintem nem lehet könnyű elmenni. Tehát azért az nem egy egyszerű élethelyzet, hogy bemész, és akkor ott egy ilyen... Hello, srácok! Na, mondjuk, ahogy te indítettél. Mit üzensz a Balázsnak? Jó napot, Keli csokolom, igen. Tiszteletem az úri közönségnek. Hogy vagyunk, sehogy, mi a helyzet, iszunk semmi. Még valamit, Feri? Gyerekek, mielőtt belecsapunk a lecsóba? Kussolj már, Feri! Igen, léci, elég ezt hallgatni, 6-10. Azt írja Zoltán, próbáljuk meg visszajönni, hogy nejem, mert rendszeresen járunk. Cikket is írtam erről a témáról. Hát ha elmondja nekünk, hogy ez hogy zajlik. Gondolom a nők lapjában. Az is cikk. Tehát, hogy tulajdonképpen amit én hallok, az arról szól, hogyha te valamit nem szeretnél, vagy te valamire nemet mondasz, akkor nincs olyan, hogy valaki azt felül bírálja. Tehát nincs olyan, hogy nem, de, már pedig akarod. És hát, brutálisan beregettek, és ráestek a svéd asztalra, ahol a Jani továbbra, és nagyon, ugyanazzal az arccal, egy tornás, egy panázsát, még két ingyen törölköző, egy szappan az uanyzó. Nézzük, egy tusfürdőt is adnak, ezt is elteszem, és ti ott közben beregettek. Tehát amire valaki nemet mond, az nyilván nem. De akkor sem, hogyha azt, aki a de mellett foglalást, az a feleséged? Hát az már egy közös megegyezés. Nem, de! Nem, de! Mondjuk az egy kényelmetlen helyzet, azért... hogy a swinger, első swinger klubozók nagyon veszekednek benne. De mennék, de ne menjél, de menj! De most már elég legyen, béka! Ez már a 8. kör. 3 órája vagyunk itt, 3 órája vagyunk itt. 3 órája. A babysitter is csak éjjel 2 ígér rá. Kizuhagyoztad az összes melegvét. Igen, szóval... Szóval gondolom, ez így zajlik, legalábbis az ember ezt hallja. Nem tudom, hogy ez megerősít-e bármilyen kapcsolatot, mert sokan azt mondják, hogy ugye az a szabadság, amit te adsz a párodnak, és amit ő is ad neked, az a szabadság, az megerősíti a ti kettőtöket. Annyira ilyen önigazolódó az. Imádom ezt, de még hallgatni is, tudod, ez a... Igenis, ez tulajdonképpen arról szól, hogy a kapcsolatodokat még inkább összezárja egymásítsa, hogy megerősíti azt, hogy te még mindig ugyanannyit érzed másikért, és hogyha szabadságot adod neki, és a toleranciát, és közben az egész csak arról szól, hogy oda mesél, és hatalmas, érted, és teljesen legálisan. Szóval nekem egy picit ilyen alibi gyártó történet ez az egész. Gyártó. Hát ha közös megegyezés van, és arról szól, hogy két ember... Na, ezt mondom. De várj, alibi gyártó akkor lenne, ha a nő te lerángatod, a nő nem akarja, és akkor ott te tudsz legálisan együtt lenni más nőkkel. Ha két ember közösen megegyezik, hogy őket ez érdekli, őket ez izgatja, és ezt szeretni kipróbálni, és ebben mind a ketten boldogságot találnak, akkor ez nem alibi gyár. Tehát alibi gyár akkor lesz, ha a nő nem akar a pasi, még menjünk már, ott még meg tudok nézni 6 másik nőt, és akkor hú, de jó. Nem? Hát a nő is benne van, a pasi is benne van, és legálisan szeretni kipróbálni, hogy milyen mással, hát akkor abban semmi alibi nincsen. Hát akkor a nő mind a ketten benne vagytok, és hát ez benneteket izgat, nem mentek és kipróbáljátok. Hát szerintem ez ennyi. Valaki nem? Biztos, hogy sérül benne. De miért sérülnél? Nem. Nem. Azért, mert ilyen mimóza lelkű vagy. Én vagyok a mimóza lelkű. Miért sérülnél? Hát vannak a vágyaid, amiket szeretnél kiélni. Ha az, hogy ha 5-en, 3-an, 2-en egyedül szinget, lementek, inkább. És akkor ezt kipróbáljátok. Hát nincs baj. Na, itt van velünk Zoli. Halló Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Csonyvet is írtál a témáról? Igazából cikket írtam, mert nagyon érdekelt a téma, annyira újdonság volt még, amikor elkezdtük. Na, ez az alibi, édesem, le kell menni cikket. Aha, a meló. Igen, ebből élünk. Lehet. Egyébként középen van az igazság, látszik, hogy messze jártok a témától. Valójában sokan beszélnek róla, és egyre nagyobb divat talán, de sokan félnek tőle, vagy ezt felvállalni. Az a helyzet, hogy érdekes a történet, mert többfajta megközelítés lehetséges. Az egyik, hogy azzal nem értek egyet, amit valamelyikőtök mondott, hogy a swingéknek valószínűleg a szexuális életük már nem olyan jó, és azért mennek el swinger klubba. Állítólag nagyon jó nekik. Igen. Én pont azt az oldalt képviselem, amikor már lépnek egy szintet feljebb, és azért mennek el valójában a swinger klubba. Azt el kell fogadnotok, hogy egy swinger, vagy legalábbis szeretném ezt tudatosítani, hogy a swinger klub valójában arról szól, hogy nagyobb izgalmakat
kicsit perverzebb, kicsit, ha valakinek úgy tetszik, morbidabb környezetben, de izgalmasabb környezetben szeretnék kielni szexuális vágyaikat úgy, hogy elengedik magukat, és ezért mennek valójában le. De a leglényegesebb dolog, hogy az én olvasatomban is ezt látom, mert több párral tartjuk, vagy tartottuk a kapcsolatot. Valójában a szexuális segédeszközként használják azt a plusz embert, aki belép ebbe a történetbe még, vagy plusz embereket. Tehát ez akkor jó, hogyha nincs több, nyilván érzelmi többet annál, mint ami ott történik bent abban a helységben, vagy azokban a helységekben. Na de azt ki mondja meg, hogy te nem leszel szerelmes abba a nőbe, akit bevettél a harmadiknak? Ezt és nem lehet tudni, csak ugye a szingeresek, ebben igazad van, ez a félelem természetesen benne van, de a szingeresek azt mondják, hogy ha már lemegyünk egy ilyen helyre, és mi megbízunk egymásban ennyire, akkor bevállaljuk ezt a kockázatot, és mindig inkább ezt a kockázatot vállaljuk be, hogy egymás előtt történik ez meg, mint egymás háta mögött. És ennek ez a lényege valójában. Mások előtt saját magatok élvezitek a történetet. Tehát, tudom, mondjuk mindent megteszel egy cikkírásért, tehát azt gondolom, hogy ilyen újságíróból kevés van, lemegy, beáldozza a párját, megírja a cikket, szakít, a szakmai alázat. Hihetetlenül alázatos vagy. Nem tudom, hova érted ezt a cikket, de hát egy népszerű magazinban, amelyik ilyen témákkal foglalkozik, ők kérték, hogy így... És emiatt mentetek szét? Ez volt az oka valójában, igen, hogy talán az egyikünk túlságosan felfokozódott emiatt. Két kizárásos alapon te voltál? Nem. Tehát a párod? Nem. Párodnak igen. Annyira megtetszett, hogy szakított veled? Nem, hanem valójában nem tudta visszafogni már magát, tehát túlságosan elment. Tehát rákapott, és függő lett, és elkezdett swinger klubokba járni? Hát, ha nem is ide, de gyakorlatilag nem tudott leállni a túlzott szexuális étvágyával. Hát ez egy olyan világ, amit nem ismerünk, de érdekes ezt így hallani. Tehát nem kötelező semmi. Csak az történik meg, amit valakit vagy valaki akar. Nem engednek be alkoholizált vagy illuminált állapotú embert. Nem engednek be... Szorul a úrod, pácska. Majd addig kibírom. Aztán persze van olyan, aki ettől merít bátorságot ott lent, de azt nagyon, nagyon ügyesen el lehet terelni. Tehát soha nem volt probléma bent, soha nem találkoztam nem kultúrált emberrel bent. Tehát ez is érdekes, hogy... De az a cikk írása óta is lejársz? Vagy megírtad a cikket és lezártad a dolgot? Nem. Már kevésbé valójában partnert keresek. Én nem járok le azért, hogy ott találjak partnert, hanem partnert keresek ahhoz, hogy... De volt olyan, hogy már nem írtad a cikket, de még lementél? Vagy hogy még elmentél? Te természetesen. Aha, tehát közben és most úgy keresel partnert, hogy járjon swingerbe? Hát, hogyha lehet, akkor nem feltétel, de nekem az életemnek egy jó rész, jó szakasza volt. Még úgy is, hogy elhagyott a kedvesed, nem tudom, feleségben? Még úgy is, ha ez volt a... Akkor azt hiszem, hogy ettől függetlenül megtörtént. Aha. Igen, ez egy érdekes felvetés, igen. Kókuszgolyó szokott lenni? Szakmai kérdésért, bocsi. És adnak egy törölközőt, amit a Jani hazavihet, kis szatyorba, papucsba. Igen, és bele van hímezve, hogy hol voltál, persze. Igen. Figyelj, azért érdemes erről beszélni, meg azért lehet, mert azért ne legyünk álszentek, sok embert foglalkoztat. Tehát a szex ez egy örök mozgató rugója az embernek. Hát azért ez mindenkit foglalkoztat, valaki elutasítja, van, aki nem utasítja, van, aki gondol rá, van, aki nem, de hát azért ez a dolog, ez létezik, ez van. Azért ezt sok ember eljátszott már a gondolata, hogy milyen lehet. Olyan, mint a pornofilm nézéssel, hogy mindenki azt mondja, hogy utálja, és nem, és közben meg azért ott marad a fantáziájában, és persze, hogy érdeklés. Hát meg ugye, utolsó mondat, és aztán zárjuk is, mert elmegyünk érezni, hogy ugye mi a jobb, tehát a pároddal együtt mondjuk akár megélni egy ilyet, és kiteljesedni együtt, vagy amit sokan csinálnak, hogy inkább nem kívánod, elválsz, rommácsalod, hazudsz neki, és évek alatt mondjuk viszonyod van egy másik nővel, érzelmileg is megcsalod, fizikailag is megcsalod, minden, ahogy megcsalod. Hát akkor lehet, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, hello. Majd privátba hívlak a címért, jó? Jaj, Feri, ha elmész, akkor legalább egy fotót csinálják. Nem, de nem jó lenne. Az Instára, a Facebook oldaladra, vagy valahova. Szingerezünk békával. Igen. Itt vagyok. Gyere, bújj ide, babám, egy picit. Most fogunk bemenni, egy ilyen videónaplót csináljál már. Gyerekek, anyósná. Gyerekeket leadtuk. Nagymamánál vannak. Na jó, de hogy kezdjem a békánál? Mi az első mondat, amivel puhítom ma? Hazamegyek. Az, hogy hallgassanak, morningshow.hu ma reggel. 8 órás megszólalás. 8-tól 9-ig béka, olyan izgalmas tél. Ne fürdjél, este mulatunk. Azért még fürdeni, tehát, hogy... We weren't born. Swallow. You gotta hold on to what you believe.
A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Eljött az igazság pillanata. Így van. Ők. A végítélet pillanata. Most kibújik a szög a zsákból, mondj még valami hasonlót, elvárik a májtól. És kiderül, hogy mi van a háttérben. Így mi van. Áll a háttérben, miért vagy te ennyire nyugodt, miért megy ennyire flottul, ez a leszokás. Így van. Ja, a leszokás. Azt hittem, hogy ők azok, akik ugyanabban az évben végeztek, amikor Feri is állítólag az egyetemen. És most megbizonyítható volna, hogy a tankon vette a diplomáját. Én nem jártam sokat, de a diplomaosztón ott voltam. Visszafogadom. Na most ők kicsodák, ne haragudj. Azért is teszem fel a kérdést, mert én próbáltam tájékozódni, mert ugye Laci, ami szerkesztőnk, minden este átküldi az adásmenetet, vagy a Viki, attól függően ki van. Tegnap nem jött, de mondom, hogy nyilván elaludt egy kicsit a Laci más. Mert Laci volt. Profi. Ma bejöttem. Profi. Igen. Látom, hogy mindenki előtt van adásmenet, csak én nem kaptam egy rohadt sort se, hogy mi történik ma az adásban. Mondom, még ez se baj. Nyilván a tegnapi kis heccelődésünk miatt, hogy én vagyok a rádióműsor tulajdonos, a ti pedig a vendég, ezt kapom cserébe. Erre itt ül két gyönyörű ember, akik akarnak nyilván valamit. Mi van? Elmondom, hogy milyen merényletet elveszünk kellene. Hosszú hetek óta nézzük ezt a leszokást, és nagyon gyanús találjuk. Ugye erről sokat beszéltünk. Kiegyensúlyozott vagy, nyugodt vagy, nem kiabálsz, nem vagy ingerült. Csak olyan dolgot csinálsz, ami számunkra rettenetesen bosszantó. Aha. Nem szenveded meg ezt a dolgot. Túl jól vagy. Te egyszerűen túl jól vagy. És hosszú-hosszú heteken keresztül kutattunk az interneten, míg végül találtunk egy olyan céget, akik nem is nagyon akarnak megszólalni, ugye? Jól tudom, inkognitóban vannak, nem akarnak megszólalni, de ha meg akarnak, akkor tegyétek fel a kezeteket, és akkor adásra teszünk meneteket. A lényeg nem is az, hogy ők kik, mert nem akarják elmondani, sokkal fontosabb, hogy csinálnak olyan típusú vizsgálatot, amiből megmondják, így van, hogy a véredben van-e nikotin. Hát ez fantasztikus. Ez nem kell semmi más, csak te és a prostatát. Nem lehetne az, hogy elhúztok a francba, tehát amíg dohányoztam, azért cseszegettetek, most, hogy nem dohányzom, ezért cseszegettek, nektek semmi nem jó. Nem lehet az, hogy ebben a műsorban most nem hetek óta én... Figyelj ide! Ha ideges lennél, ha mutatnál valami emberi tünetet így, hogy 30 év után letetted a dohányzást, akkor nem csesztetnél. Ha nem cáfolnál rá minden sztereotípiára. De ez a fajta kiegyensúlyozottság, ez a fajta nyugodtság, ez a fajta tényleg meditatív életvitel, ahogy te letetted a szimfóniát. Ez nem kell. Azt a szimfó, azt igen. A szofit. Igen, azért, mert vidékiek vagyunk, hát mást a fecskét, is tudunk még. Letetted a munkást. Igen. A szikkát és a munkát. Igen, és megtöröltem a kolbászsíros számat. Igen. Szóval ez nem. Nekünk nem tetszik. Ezért szükségünk van a te víredre. Odaadjuk ezen nagyszerű embereknek a víredet. Ők elvonulnak egy kicsit, és megcsinálják a nikotintesztet, amiből mi megtudjuk, hogy nincs-e valami turpisság a dologban. Valójában van-e nikotin a véredben? Ha nincs, tovább nyomozunk természetesen. Igen, december 18-án, akkor megint veszünk vért. Megint veszünk vért. Nem adjuk fel a dolgot, de minden esetre vérteszt alapján kizárhatjuk. Aha, na most egy hónapja, három és fél hete tettem le a cigit ideiglenesen, ahogy szoktam volt mondani. Azt már kimutatja? Hát minden megkérdezünk, beszélhettek azért picit? Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tudom, neveket nem szabad, nem akarjátok elmondani. De ezt én megértem, ennek bizonyos sokkal jobban. Erzsinek, ha szólítunk, az jó. Mit tudunk meg ebből a tesztből? Mi derül ki? Nagyon picit csak pontosítanék, tehát nikotinról volt szó, ezt mindenki ismeri. Alapvetően nem nikotint vizsgálunk. A nikotin, ha bejut a szervezetbe, egy enzimát alakítja egy másik vegyületté, ennek a nevét nem szükséges megjegyezni, ezt kotininnak hívják, ennek csak egy hozadéka van, hogy ez egy tartósabb molekula, és könnyebb kimutatni. Aha. Tehát, hogyha mondjuk valaki járt az utcán, és beleszippantott a levegőbe, mint előtte egy dohányos, attól még ez a vizsgálat nem mutat fals pozitív eredményt, tehát tényleg a kotinin akkor van nagyobb mennyiségben jelen az emberi vérben, hogyha valaki dohányzik. Na, magyarul... Én 30 évig dohányoztam, és 3 és fél hete nem, akkor a kotiné nem eltűnt. Nem, elnökül a gyávat. Ebből a teszttel kimutatható, hogy nem dohányzik. Így van. Tehát gyakorlatilag ez már épp lebomlik ez a molekula, tehát ha nincs tartós bevitel, akkor innentől ez egy negatív vizsgálat 3 év. Egy slukot is? Tehát mondjuk tételezzük föl, nyilván nem, ezt nem feltételezzük, de hát azért megcsináljuk, mondjuk Feri 3 nappal ezelőtt azt mondta, adj egy slukot, ez már tényleg nem esik annyira jól, és beleszívott valakinek a cigarettájába. Ezt is ki tudja mutatni? Többféle érzékenységű teszt van. Most alapvetően egy olyan teszttel jöttünk, hogyha tehát Ferenc,
dohányzik, és több szálat elszív egy nap, tehát ez kb. 10 szálat, akkor ez a teszt már kimutatja. De arra utaló jel, hogyha csak néhány szálat szív, akkor van, és egy másik teszttel ezt be lehet bizonyítani, vagy ki lehet zárni. Nyugodtan jöhetek bármilyet. Az összeset, a menüről minden tesztet. Egy slug, egy cippantás, egy füst a liftben. Ez bizalmatlansági indítvány, amit ti csináltok, úgyhogy ellentételezést akarok. Ez rágalmazás, ami itt folyik. Ez rágalmazás. Ha bebizonyosodik, hogy 3,5 hete nem dohányoztam, akkor mi lesz? Semmi. Sem. Megyünk tovább, jön a következő téma. Ez csak ennyi, egy ilyen kis szúrópróbaszerű kis sütörtök reggeli kis teszt így hétor után. Hát aztán majd letolatja a haját, hogyha esetleg persze úgy alakulnak a dolgok, hogy tényleg. Azt én vállalom. Bebizonyítjuk azt, hogy te tényleg nem dohányoztál az elmúlt hetekben. Aha. December utolsó hetén, amikor adásban vagyunk, ugye majd mondjuk pontosan, azt az előre nem menekülök el, azt én vállalom. Hát ez legkevésbé arról szól, hogy ne kelljen, de kövessük el, amit el lehet. Nem? Hát nézzessük meg, hogy ha van egy ilyen vérteszt, hát éljünk a lehetőséggel. Hát mi jön még majd a tisztán látó? Ide jön, hogy úristen, látom. Egy ritka szemvizsgálat, a végbélen keresztül, hogy szoktuk volt mondani, a multioptipupiloptómia, lesz még egy csomó minden. Na de, oda az új begyet, Ferenc. Hova? Vegyük a víz. Melyiket? Szúrja meg a böllér. Balt? Jobbt? Balt vagy jobbt? Szúrja meg a böllér. Szúrja meg a böllér. Extra érzékeny teszt. Mindent tudni akarunk. Hol járt, mit csinált, ránézette egy cigis dobozra, gondolta a cigarettára az elmúlt 3 hétben. Ja, fordítva nem lehet olyan. Na, ez egy hasonló, mint egy ilyen vércukorteszt, amikor az ember új begyét megszúrják, igen, egy ilyen kis pici tűvel. Jó, azt látjuk, hogy Ferenc újacskáját megnyomják. Egy pici pipike. De a biztonság kedvéért eret is vághatunk rajta. Nem kell így. Te saját magamat szúrom meg. Van egy kis hagyd meg, mert a sült vér egyébként a Feri meg is csinálja. De definitív. Azonnal. Aha. És akkor ezt megnyomjam. Nyomjam rá? Arról beszéltünk, hogy ti kiknek csináljátok ezt a tesztet, vagy arról se nagyon? Lehet? Kiknek csináljátok? Alapvetően biztosítóknak végezzük, tehát ilyen életbiztosításokhoz van kockázat elbírás. De durva, tehát én azt mondom a biztosítónak, szeretnék kötni magamra, és nem dohányzom, és egészséges vagyok, majd hirtelen csak megjelentek, reggeli szúrópróbaszerűen megszúrtok, hogy átvágtam el a biztosítómat? Kéri. Nem, ez egy biztosítási szolgáltatáson keresztül megy egy szigorú menetbe, ahol gyakorlatilag az ügyfél a szerződéskötés kapcsán, amennyiben azt válaszolja, hogy ő nem dohányzik, akkor a biztosító rossz szóval élve kötelezi őt. Mert hogy rizikófaktor az ő egészségére. De hát hosszú évek alatt nem szokott fals eredmény lenni, ami azt jelenti, hogy alapvetően elmondják. Nincs nagy különbség, ez a biztosítónak egy plusz ellenőrzési fázis annak kapcsán, hogy megfelelő szerződést kössön az ügyféle. Kevesebbet fizet a biztosító? Hát az egy kockázati tényező, a dohányos vagy, persze, hogyne. Hát akkor vagy nem tudsz kötni, vagy más feltételekkel tudsz kötni. Igen. Én már nem vagyok kockázati tényező. Jó, én ezt elhiszem. Nyugi, majd meglátjátok. Köszönjük, menjetek nyugodtan, csináljátok a tesztet. Köszönjük szépen. Semmi rossz indulat nincs ebben. Semmi gyanúsítgatás, semmi olyan, amiről neked azt kellene gondolni, hogy jaj, mi nem bízunk benne. Ez csak egy lehetőség. A rendőr csinál egy szondafújást, se feltételezi azt, hogy itt áll, csak megnézi, ja, csak hallott a híredről. Nem itt áll, csak hallott a híredről. Mi se feltételezünk, csak olvassuk, hogy van egy ilyen lehetőség. Hát miért ne szúrnánk meg? Nem, persze, nem, volt, nem, így lesz, van, elkérdeztünk, pénzbe nem kerül, aha, akkor meg miért? Az is igaz. Ingyé van, sokban nem kerül, úgyhogy megcsináljuk. Tehát tényleg a leszoktatás alatt végigérted engem, cseszegettetek az akupunktúrával, a nem tudom, az elektrosokkal, az akármivel. Nem látnál esetleg valami ellentmondást abban, hogy te szoksz le, és mondjuk engem vizsgálnak? Hát de, van benne valami. Igen, jó, azt értem. De hogy egy picit érted, egy kicsit mellém állnátok, egy kicsit mondanátok azt, hogy gyerekek, nézzétek meg ezt a fiút, hát milyen ügyes már 3,5 hete. Egyébként ezt mindig elmondjuk, hogy zseniális, hogy csinálod, és jó vagy. Hallgatok, ti ezt hallottátok? Le a kalappal, ahogy dohányzol, vagy ahogy nem dohányzol, és amilyen strammul teszt végigcsinálod, de kicsit kevérecske azért. Jó, nem kerülhet, nincs ez a gond. Na, nincs az a semmi baj. Közben egyébként abszolút mindenféle elismerés megérdemel az, ahogy te leszoksz erről a dohányzáson. Sokkal rosszabbra számítottam. Kicsit már látom, hogy ez egy könnyelmű felajánlás volt, mert azt hittem, hogy ez nagy harc lesz közted a nikotin és én közöttem, és egy ilyen rágyújtsak, ne gyújtsak, abbali haja, nem a haja, ó, de kéne egy száci, mosolyogva így leszokni nem ér. De azonában ez a vértezt akkor. Akkor hát, csak csináljuk meg. Egyet. Mondjuk, mi azt kértük, hogy magból vegyenek, de hát most már mindegy. Abból már vettek. Lesz majd az is. Lesz még egy fura DNS vizsgálat, amit spermából csinálnak. Magból.
Mondom, muszáj, lesz még egy tükrözés is, hogy megnézzük, hogy a bélbolyhokból kiürült a nikotin. Egy csomó mindent tervezünk még itt december 22-éig. Emeljétek a tétet, ha teszt negatív, akkor Jani növessze meg a haját. Aha, jó, én abban benne lennék. Bali, sajnálod a skalpot? Kérdezi Anti. Gyerekek, ez már nem arról szól. Én már látom. Látom magam, ezt már én elengedtem, csak ha van egy ilyen teszt, Júli javasolta egyébként. Ő volt ilyen drága, hogy ezt megtaláltam, hogy Julikám, azonnal pattintsd, intézd, szervezd, azért megbökni, megbökjük, de tudom én, hogy ez egy vesztett csata már sajnos. Srácok, de nem baj, ezen az úton végig fogunk menni, mert mi sem akarjuk elérni, senkitől nem ezt hallottuk tényleg, hogy a Feri ennyire becsületes, és hogy megbízható, és egyáltalán nem, mi végig csináljuk ezt az egész történetet. Hogy szeretlek tényleg, figyelj, nem, simogatnak majd, a szavaid. Majd decemberben. Kiderült valami? Kiderült, igen, tehát megmérettetett Ferenc, és kiderült, hogy negatív a vizsgálat, tehát nem kirakott. Az mit jelent? Az jó vagy rossz? A vizsgálat azt arra utal, hogy nincsen kotinin a szervezetben. Nem ezt beszéltük meg. Hát tényleg kevés lóvét adtál. Hogy nem dohányzik. Így van. Így van. Nem volt egy szál cigaretta, nem volt egy elfeldült éjszaka, nem volt egy barát, aki megkínálta és elfogadta, semmi. Arra utoljába, hogy nem. Azt nem áll. Tessék. Hozzátok azt a fodrászhallót. Essünk túl rajta előbb, ne várjuk meg a decembert. Ezt nem fogod megúszni. Egyre inkább úgy néz ki. Egyre inkább úgy néz ki. És tudod, hogy azonnal rágyújtok, ahogy levágattad? Azonnal. Az már a lelkiismereted és a becsületedre van bízva. Még van egy ritka herevizsgálat, amit szintén szúrással tudnak elvégezni, egy biopszia, a heréből kinyert szövet alapján keresnek nikotin. Hozzuk jövő héten az embert, ezt is megcsinálja. Itt a stúdióban. Majd decemberben. Atyaisten. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.